Sziasztok, drága hallgatók! Én Máta András vagyok. A mai adásban Rákóczi Feri műsorvezetővel beszélgetek lakóautós élményeikről. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de mintha megint divat lenne ez a fajta utazás. Hogy nem menjünk messzire, testvére mégis a félnyarat lakóautózással töltötték. Felnőtt koromban eddig ez nekem kimaradt, bár gyermekkoromban családdal voltunk lakókocsizni. Arról viszont csak annyi emlékem van, hogy mindig macera volt vele parkolni. Tolatáskor például valakinek a dácsia és a lakókocsi közé kellett állnia és egy kart megemelnie, különben nem ment a hátramenet. Remiába a szocialista iparodat tette magát, de nem szidomám őket. Egy másik akkori csoda járgányjal egészen a jugó tengerpartig jutottunk. ténvázas NSK sátorral, kempingfőzővel, meg minden felszereléssel megpakolva, négyen egy trabanttal. El nem tudom képzelni, hogy hogy fértünk be, amikor ma ketten egy kétszer akkora autót tele tudunk pakolni, úgyhogy nem sátrazni, hanem apartmanba megyünk. De hát ezek a szocialista világ megmagyarázhatatlan rejtélyei. A világ azóta viszont már rengeteget változott, és már a hotelszobákat megszégyenítő luxusban utazhatunk egy lakóautóval. Mielőtt viszont belevágunk, egy rövid emlékeztető. Te is tehetsz azért, hogy a podcast a jövőben is rendszeresen és zöggenőmentesen érkezzen. Amennyiben értéket teremtek számodra, és lehetőséget van rá, támogasd a műsort Patreonon keresztül. Cserébe extra tartalmat kapsz, mint például ennek az interjúnak a kibővített változata. Részletek a patreon.com per utazási podcast címen. Ennyit a kötelező dolgokról, most viszont már indulhat a műsor. Feri, hát mi nem először találkozunk. Nem, hála a jó Istennek. Élet, hogy honnan ismerjük egymást. Ja, a rádióadásból ti ugye bejöttetek a, a, azzal a filmmel, ami azóta követtem a kis, hogy is mondjam, történet és sztoriát, és hát gyakorlatilag román nyertétek már magatokat mindennel, és ott egy nagyon-nagyon jó beszélgetés volt, én le is kezdtem követni a ti munkásságotokat, úgyhogy az volt a, az, első, az első ilyen találkozásunk. Igen. Ja, én szeretem az őrülteket, ti meg azok vagytok, úgyhogy ide is most is szívesen jöttem. Hmm. Hello, hallgató. Hallgatóknak hívjuk azokat Hall akik hallgató, a posztokat? Nyilván, hiszen hallgatjátok. Alharvetje. Igen, igen. És akkor elmesélted, hogy ti is voltatok elefánt parkban. Így van. Viszont nem volt lehetőség, hogy erről mesélj, mert ott mi meséltünk, úgyhogy erre azért egy kicsit kíváncsi lennék, míg, mielőtt rákanyarodunk a lakóautós életre. Életünk egyik leszt. legjobb nyaralása, szoktam volt mondani, a velem az a baj, hogy én mindegyikre ezt mondom. Azért, mert... Mert ö, mi egy olyan család vagyunk, akiket nem feszélyez semmi, nem befolyásol semmi. Tehát ha én benézek egy szállást, általában az van, hogy így közösen kinézünk valamit, és akkor azt apa meg, megvalósítja. Tehát, hogy mi nem utazási irodával megyünk, mi nem közös utazáson megyünk, hanem akkor én lefoglalom a repjegyeket, kinézem a programot, megnézem, hogy mit akarunk megnézni, azt eldöntjük közösen, lefoglalom a jegyeket, és a többi, és a többi. keresek guide-ot, ha olyan a hely. És, és, hogy azért mondom mindegyikre, hogy, 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 a legjobb, vagy hogy jó, hogy én még nem voltam rossz nyaraláson a családdal, mert mondjuk a közös nyaralásnak van egy sarokpontja hogy szerezd, szeresd azokat, akivel mész. Hát nem hála már. Istennek, igen, ez még nálunk megvan, a béka irányában is, meg a, a két gyerek irányában is, és ha nálunk mondjuk esik az eső, vagy nem olyan lett a szállás, akkor röhögünk rajta egyet, hogy ez van, ebből hozzuk ki a legtöbbet. Na és akkor elérkeztünk odáig, hogy hogy legyen Sri Lanka. Mm. Hogy, hogy azt mi nagyon, nagyon izgatott az egész, Jó jó jókat olvastam, hogy milyen óriási kaják vannak, nagyszerű látni, Való, van óceán, lehet azt is a végén egy ilyen két-három napotot letáborozunk, és ennek az első etapja volt, ez a bizonyos elefánt mentős hely, fogalmazunk így. Etikus, Etikus park, így van, ahol mi, mi bent aludtunk a parkban, tehát a reggeli Itt elefánt... Itt Képzeld el? de úgy, hogy a reggeli elefánt fürdetés az életem legjobb képe, megmutatnám nektek, de nem látszik egy ilyen podcastben, készült ott, ugyanis a szállásunkon kimentél az erkére, és az alattad lévő folyóban fürdették előttünk az elefántokat, még akkor, amikor senki más nem engedtek be a parkba. De hogy mi ugye ott keltünk föl, és egyébként hozták az elefántokat. És hát ez egy ilyen bődületes nagy élmény volt. A srácok értetként lógtak az erkéje, hogy De apa, iszen... akkor dobálhatunk-e balánt, meg kókuszdiót, meg konyhabútort, meg amit találunk és hát az valami bődületes élmény volt. Tehát az összes tudott klasszik szivatással, amivel a turistát átverik, hogy így böki meg az elefántot, akkor lespriccel téged, na de hát miért ne tök vicces volt. És hogy ott álltunk egy ilyen nem tudom hány tonnás jószág előtt, aki belefeküdt a, 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 a folyó vizébe, és te egy ilyen kókuszdió darabbal el kezded őt masszírozni, és látod a szemét, ahogy rád néz, hogy ő ezt imádja. Szóval, hogy földön túli borzongató élmény, de ehhez a sri lankai utazáshoz tartozik egy másik élményem is, amit ma már nem tennék meg. Jelesül az például, hogy én bevallom nektek, lehet ezért savazni bennünket, de mondjuk két, két csillogó tekintetű gyereknek viszonylag nehéz így ezt elmondani, meg magam se voltam tisztában vele. És ez nagyon nagy különbség, nem tudtál Nem tudtam róla, hogy, mi nem tettünk jót akkor, amikor befizettünk egy elefántologalásra, nem tudom, hogy van. Hogy ez biztosan erre valami rendes szó, és fölültünk egy elefánt hátára, aki láthatóan nem volt rosszul tartva. Láthatóan pont tette erre, hogy ül négy ember az ő hátán, vidáman sétált jobbra-balra, és azt gondoltuk, hogy tulajdonképpen ezzel mi jót teszünk, kifizettük azt a pénzt, amit kértek, ebből az elefántnak lesz ennivalója, ha beteg, akkor a gazdája gyógyszert vesz neki, hát na gyerekek, milyen szuper, mégis ezt is kipróbáltuk, óriási élmény volt. És én ezt ki is tettem a Facebookra vagy Instára, már nem emlékszem, és nekem az első pofon az ott jött, hogy a írgalmatlan komment mennyiség. Kaptál? Igen, amivel én nem nagyon szoktam törődni, mm. tudod? Tehát de hogy, sok volt ez? De így viszonylag sok Aha. volt, aki megírta, hogy na, akkor most tudod-e, hogy ti mit csináltatok, meg minden, és akkor úgy el is gondolkodtam rajta, uh, hogy ebben mi van, mi nincs. Mi, akik, akik így viszonylag elől vagyunk, és, és uh, tudod, ha mi kiteszünk valamit, akkor a, a sok emberhez elér. Uh, kétféle dolog van, vagy valaki begörcsöl ezen a kommentáradaton, is egyesével elkezdi írni, vagy valaki, például én is vagyok, akit igazából nem nagyon hat meg. Átnézem, de én nem kezdek el mindenkinek válaszolni, én nem kezdek el győzködni mindenkit a magam igazáról, érted? Ha tetszik, tetszik, ha nem tetszik, nem tetszik de ott azért ez így, ez így megérintett, hogy mi, micsoda hülye vagyok, és ezt így megcsináltam, és akkor azt én ezt le is vettem, meg ott írtam pár embernek, hogy bocsöreg, nem tudtuk, én azt hittem, hogy jót, jót teszek ezzel, és utána jöttetek ti, amikor, amikor ugye elmondtátok, hogy ez a sztori tulajdonképpen hogy ö, hogy van. És így utólag már végig gondolva, meg, meg veletek beszélgetve, már látod, hogy. hogy ha kapsz egy cikrát, akkor már összerakod, én, aki akkor életem, összerakod a dolgokat. Persze. Egyébként nem. Ja, egyébként meg nem. Mert tök olyan, mint hogy itthon meg lovagolnak az emberek, gondolnád te. Úgyhogy az nekem nagy tanulság volt. De Sri Lanka az egyébként csodálatos, zseniális hely, mindenkinek javaslom, ne akkor menjetek, amikor mi voltunk, mert ugyanis mi húsvétkor voltunk, ha emlékeztek rá, akkor volt, volt ugye az öngyilkos mm. merénylet, de maga az ország tényleg egy csoda. Mm -hmm. Tényleg egy csoda. Úgyhogy jó, jó volt. Na hát így jártam az elefánt fürdetéssel, az még oké. Okay. Ma már tudod, az elefántra ülést meg nem oké. Okay. Vagy de, vagy nem biztos, hogy nem oké, okay, de most már tudom, hogy nekem már. nem az. Úgyhogy aki nem látta, nézze meg a filmet, meg egyébként a fotódat is meg tudjuk mutatni, mert az ilyen fotókat, amiről beszélünk, azt meg szoktuk osztani a belső zárcsoporban. hogy ezt felrakjuk. Na de hogy miért is jöttél ma az a lakókocsizás Lakóautózás. Lakóautó. Bocsánat, igen. Húj, vigyázz be itt, hogyha ezt most hallgatják a lakótársak. Óriásira ki lesz lakóautózás. Igen, lakóautózás. Mert hogy a te meséltél is erről a rádióban, illetve a valaki követ Instagramon, akkor szoktatok erről posztolni. Nyáron például Albániában voltatok. Óriási volt. De nem itt kezdték. Nem itt Olaszországba kezdtétek. Olaszországba kezdték? Hát egy ilyen túrával kezdtük, csak gyorsan, hogy a képbe kerüljenek a, uh -huh. a népek, hogy ugye a kocsi az az, ami egy ilyen utánfutó, és autóval húzod, a lakó, autó, meg az, ami önjáró, tehát van, van benne egy motor. Ezt úgyis kivágjuk, hogy ittök Ja, jó, tehát, hogy <laughs> hibáztál, ezt úgyis kivágjuk, világos, akkor adtam most a akinek egy pofont. Úgy úgy jött a dolog, hogy mi a BK-val, már évek óta a BK meg az én párom, a BK-val mi ezt nagyon régóta terveztük, csak mindig valahogy máshogy, máshogy jött ki a lépés. Tehát nagyon sok ember tervezi. És így, nem jut el odáig addig a pontig, hogy azt mond hogy én most megnézem, bérlek egyet, stb. Ah, na mondom, hogy miért nem, mert mindenkiben van egy, egy félsz, hogy ez komfortban milyen. Mindenkiben van egy félsz, hogy ez egy rohadt nagy cucc, mi egy, egy hét és fél méteressel voltunk, egy rohadt nagy cucc, amit vezetni kell. Mindenkiben van egy félsz, hogy kibérelem két hétre, és a második nap a ha halába kívánom az egészet, akkor úristen mi lesz. Én erre mindig azt szoktam mondani, hogy csináld azt, hogy itthon kibéred egy hétvégére, péntektől vasárnapig próbáljátok ki. Ha nektek való is megszeretitek, akkor azt mondod, hogy oké, okay, tovább bérlem, vagy majd kibérlem máskor. Ha meg nem, akkor na bum, elbuktál egy hétvégét, max, ö, ö, szombat reggel hazajössz, érted, és, és, ö, és leteszed az udvarba, megvárod, amíg eljönnek érte, vagy visszaviszed. Két nap alatt kiderül? Szerintem ki? Szerintem ki. ki. Uh -huh. Ja, biztos, hogy ki. Egyrészt kell hozzá szeretni a másikat mert hogy nem szóval a... zárva. Igen, nem nagyon van ugye elmenekülési útvonal, főleg utazás közben. Aztán már, ha megérkeztél valahova, és letelepíted a, a cuccot, ami pont egyébként 2 perc, 30 másodperc áramot, vizet csinálni, kihúzni az omnisztort, hogy hívják ezt, napernyőt, fölállítani a bútorokat, tehát nem egy nagy nagy sztori a dolog, akkor már ugye viszonylag szabad, de, de azért a, a maga a lakótér is ö, behatárolt. Tudod? Tehát, hogy ott az van, hogyha egy öltözik, akkor a másik kicsit arrébb megy, vagy kijön, vagy, vagy ilyesmi, ha meg négyen vannak benne, mi, mi szoktunk, akkor ez mindig egy izgalmas dolog, hogy ő ki hol alszik, mit csinál. De például a, nekem a legnagyobb pozitívuma a sztorinak az, hogy, hogy ez család csinálásra, ez rohadt jó. Ugyanis, ami összehozza, igen, tehát ezt akkor jobban megpróbálom elmondani, összekovácsolásra, amivel nálunk egyébként nem volt gond, de például az, hogy leosztod a feladatokat. Tök mm -hmm. jó. Mindenkinek megvan a sajátja, hogy akkor a muki a lányom az mosogat, a soma a szartartályt már kiviszik. Egyedül, bocsánat, így hívják a kakitartályt, amiben semmi megbotránkoztató nincs, mert egy zöld folyadékot fogsz belőle kijönteni, ami nem büdös, nem izé. Ő segít fölállítani kint a kerti bútort, a béka, díszít, és nyilván izé 600 jelámpával lámpával vonulunk fölállandóan mindenhova. Érted? Tehát, hogy, hogy hogy van egy ilyen nagyon, nagyon jó, amiben a második, harmadik napra beáll, hogy és még élvezik? Is. Igen, és élvezed. Azért élvezed, mert tevőlegesen része vagy valaminek, ami jó nyaralás. Így hívják, és te is fontos vagy benne. Nem az van, hogy apám még elvisznek valahova, és nekem ott jó lesz, vagy nem lesz jó, hanem hogy Együtt elmegyünk valahova, és csinálunk valamit együtt. Uh -huh. És ez szerintem az egyik leggeniálisabb dolog benne. Na és mondjuk otthon ugyanilyen lelkesedéssel viszik ki a szemetet? Egyébként igen, 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 igen. Nálunk azért vannak szabályok uh -huh. mindenben, és akkor ott is próbáljuk megtartani, de ha ez a nyaralással van fűszerezve, akkor az egyébként egy plusz benne. Meg aztán ezt haza is tudod hozni, ezt a dolgot. Mi, mi nagyon sokat vagyunk úgy aktívan együtt egyébként is, hogy, hogy nem ilyen tévébambulósok vagyunk, hanem vagy megyünk kirándulás, vagy társasjáték otthonánk, minden este közös a vacsora, kívül, amikor apa nem valami hülye helyen van, akkor ők hárman vannak, de ha mindenki otthon van, tehát nincs olyan, hogy én most éhes vagyok, eszem valamit, aztán meg te... Az, az, egy ilyen szent dolog, TV rádió, minden kikapcsol, és akkor ott mi átbeszélünk mindent. Ez ugyanígy történik lakóautózásnál is. Fie, marha jó, ebbe van egy grill ugyanis, például egy kinti. Ugye ebbe van két nagy gázpalack, ezekben a lakóautókban, amire egy kívülről rá tudsz csattintani egy csővel, meggyújtod a gát, és meg grillezed a, 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 ott a piacon, vagy a boltba vett kolbászokat, húsokat, zöldségeket, akármit. És, és ez a Szent Vacsora szokás, ez még annyival is bővül, hogy itt megint mindenki tevékeny lesz benne. Szóval óriási. Na visszatérve az elsőre, hogy nagyon régóta tervezgettük, és akkor mondtuk, hogy oké, okay, oké okay legyen. Az első ilyenünk az ugye egy hetes volt, meg ami előtte van szombat-vasárnap, és akkor mi azt a klasszikus dolgot választottuk, hogy nem elmegyünk vele valahova, letesszük, ott vagyunk két hétig, és visszajövünk, mert szerintem arra igazából nem, az a nem jó. Igen. Hogy ebbe igazán a mozgás a lényeg, tehát az volt a terv, hogy, hogy nincs terv. Tehát az volt a terv, hogy nincs terv, de induljunk el és akkor elmentünk. az Ilyen el... földrajzilag az hogy persze, elhetsz? hogy, hogy, me, hogy mit akarunk körülbelül, azt tudtuk, de hogy nincsenek nagy elvárásaink, ki akarjuk próbálni és élvezni akarjuk. Úgyhogy az első nap elmentünk, mi ugye a Velencei tónál lakunk, és elmentünk egészen Balaton szemesig, a óriási távot tettünk meg, ez nem tudom, 100 kilométer, ahol nekünk van egy havenunk, kocsmával egyetemben, ott ugye elnyírtuk magunkat este, a biztos, ami biztos, hogy kipróbáljuk egyáltalán, hogy milyen az együtt aludni, hogy kell ott fölállítani a mit tényi. Parádésen sikerült a dolog, és másnap tovább indultunk, irány Szlovénia. Szlovén tengerpart, oda kimentünk, megnéztük, aludtunk egyet. Átmentünk másnap reggel, átmentünk Triestbe. Hogy na, akkor ez városban hogy működik, mi meg akarjuk nézni a várost. A legnagyobb ellenérv a lakóautózással kapcsolatosan, hogy elmész valahova, de ott nem lesz, nem lesz mozgás tered. Tehát ott kell legyél. Na már, most mondom, hogy ezek a lakóutók akkorák, hogy egyrészt van, hátul lehet biciklitartót kérni, ahova patintod a négy bringát, de van egy úgynevezett garázs a leghátuljába, a, ami elképzelhetetlen méretű. Tehát, hogy ott egy teljes, komplet camping szet van, van benne irgalmatlan mélységű, vizet pakoltunk be, kajákat, és még a négy biciklit is, tehát hogy így tökre elfért. És akkor mondom, mindjárt a bementünk trieste -be, hát van egy zseniális applikáció, ami azt segíti, hogy te arra így ráböksz, és megmondja, hogy te hol tudsz hivatalosan lakóautóval parkolni, mert még mondom. Ne, nem úgy működik, hogy csak leállsz valahol. Hát meg nem is tudsz, most gondolj bele, hogy, hogy, igen, hogy, hogy, Budapesten most ez a seggel beállok ez a halszákás parkolásba, amit én megőrülök, mert ha észrevetted a lukat, továbbmész, akkor hülye biztos, hogy rád jön Az mögötted, a... hiába indexesz, be akar nem mindegy, oké, okay, nem erről szól a, a kis beszélgetésünk, de nem fér be a 7,5 méteres cucc, és akkor van egy applikáció, ahol egyébként maguk a városok is segítenek, de egymás között az összes lakóautós nyomja az infókat, hogy gyerekek, itt lehetett aludni, itt tudtam áramot kapni, meg vizet, itt van nagyon jó kemping, ahol direkt van a lakóautósoknak a WC-leeresztő, a vízfeltöltő, az akármicsoda, és tök jó. Na, mi letöltöttük ezt a, az, az, a neve, hogy, hogy Park Fortnite, egyébként ingyenes a dolog, ha extrázni akarsz, akkor kérnek valami kis pénzt érte, és ö, megnéztük, hogy hol lehet, gyakorlatilag Trieste kellős közepén tudod letenni ez alapján. Na most ezért szoktam mondani, hogy nyaralni illik okosan, mert ha például én enélkül megyek oda, akkor egy darabig járkálok Triestben, és azt mondom, hogy nem tudom letenni sehol a ízét, hagyjuk a francba az egész, a gyerekek menjünk tovább. És nem nézzük meg az egyébként gyönyörű várost. Figyelj, szédületesen jó. Gyakorlatilag egy köpésre van, tehát egy hétvégére is érdemes elmenni. Kicsit olasz, kicsit horvát, kicsit szlovén, kicsit minden az egész, tehát hogy egy ilyen nagyon jó, nagyon jó keverék. Oké, okay, letettük a kocsit, megnéztük a és kimentünk. Na, elérkeztünk így több állomással, Grádóig. Grádóra tessék rákeresni, kedves érdeklődő internet hallgatók, mert ugye azt úgy szoktuk mondani, hogy a kis Velence abból a szempontból, egyébként Velence alatt van, mm -hmm. vagy így visszafelé pár kilométerrel, Ö, építészetileg meg, meg nincs annyi víz, de ugyanúgy van egy csomó kis csatorna benne. Na most a Grádói kemping, az nem Grádóban van, hanem Grádó mellett. Ahova mi letettük a gépjárművet, bekötöttük a vizeket, villanyokat, oké, minden. Hát mi menjünk város nézni, fölültünk a biciklire, és olyan kerékpár úton, hogy besírtál, érted? 20 perc alatt ben voltál a városba, ettél, itt áll, megnézted, lezártad a bicikliget, senki hozzá nem nyúlt, és visszafelé pedig a vaksötét éjszakában visszatekertünk, az egyébként kivilágított, kiváló minőségű, persze. Ezek tudnak, ezek a fiúkot aki kivilágított, kiváló minőségű kerékpár úton, és akkor ezzel már is választadok azoknak, akik azt mondják, hogy nem jó, mert nincs mozgástered, hogy de van mozgástered, föl lehet szállni a helyi közlekedésre, mondjuk ez most így a, a covidos csapkodós isten nem biztos, hogy oké, okay, de a bringázás az egy fantasztikus lehetőség, hogy magad körül akár egy 50 kilométeres kört is érted, bármerre el tudsz menni. Oké, okay, megnéztük Grádot, tovább mentünk, és kérlek szépen eljutottunk Velencéig, ahol... Velencéről Velencébe? Velencéből ez is volt a túránk neve, Velencéből Velencébe, vagy Velencéről Velencébe. A béka szokta ezeket a kreatív dolgokat kitalálni, úgyhogy ezt ő, ő, ő mondta, ahol mi úgy aludtunk, hogy annál jobban akkor tudsz aludni, ha, be, ha a városban mi bérelsz magadnak szállást, ami irgalmatlan pénzben lakni, hogy mi a híd lábánál, ugyanis ott van egy kemping. Olyan kemping, hogy sírtál, tehát tényleg Isten ilyen gyönyörű, tiszta, fürdő, még egy volt egy ilyen vizes akármicsoda is benne, ahol a kölykök tudtak ugrálni egy kicsit a medencébe, és azért fizettünk azt hiszem 10 eurót, az egész placér, azért, igen. Mindenért. Azért mindenért, Áramér, vízért tessék, jó napot kívánok. Kisétáltál, vagy átsétáltál a bevezető hídon, vagy felszálltál ott egy buszra, ami bevitt oda az első térig, ameddig be lehetett kocsival menni. Úgyhogy ez volt, azt megnéztük, utána mentünk még egy trevizót, az is egy csoda, érdemes megnézni. Visszamentünk még Horvátországba két napra, és onnan jöttünk haza. Nekünk ez volt az első, ez volt a mm. szüzességünk elvesztése, és egyben a szerelmünk napja is már nem egymással, hanem a lakóautóval. Imádjuk. Emlékszel az első éjszakátokra? Persze, persze. Az így megmarad, az, az, az első, az az egy emlékezz. Szerintem emlék. igen, meg ugye mi nekünk nincs saját lakókocsink, ezért mindig mással megyünk más fajtával, és akkor ott is. Például már tök jó, hogy ilyen megy ilyen hasonlítgatás, hogy emlékszel az elsőbe, ez olyan, mint az első szerelem egyébként, hogy az elsőbe ez mennyivel sokkal jobban volt. Á, nem, mert ez most tényleg ez sokkal praktikusabb, hogy ez így nyílik, nem úgy nyílik. Az ágy például abban olyan volt, hogy a hátsó ágy, az két oldalt, ugye egy ilyen nagy francia ágy, és a közepére ide az elejére be lehetett tenni még egy plusz szivacsot, akkor tényleg gyakorlatilag négyen elfértünk volna rajta. És amivel meg mondjuk most mentünk, annak olyan volt, hogy a két oldalt az ágy körébe lehetett menni. Ott az egy kicsit szűkebb volt. Hogy az első jobb? Nem, nem, ez sokkal jobb, mert ide lehet menni, és itt még föl tenni a ruhádat. Mindenütt vannak pakolórekeszek egy ilyenbe, az önmagába fölfedezni, érted, hogy mm -hmm. mit, hova tudsz eltenni. Plusz, ha már pakolás, a, amikor ilyen túrára mész, hogy minden nap máshol vagy, vagy mondjuk két naponta máshol vagy, annak ugye az a hátránya van, hogy a kocsival mész, hogy fölviszed a bőröndödet, kipakolod a másnapi gatyádat, a fogkefédet, a mit oké, okay. másnap összepakasz, leviszed a ha tovább mész, fölviszed a szállásra, kipakolod. A... Mm -mm. Itt meg nincs ilyen. itt egy berendezett lakás megy veled együtt, ahol minden ott van tudsz főzni, tudsz fürdeni, tudsz vécére menni. Ez óriási. Nagyon jó. Te megvan a kedvenc autó? Vagy nem lehet ilyet mondani, mert hogy mindegyikben van valami kompromisszum, amit a hely miatt hoznak, vagy az egyikben ez a nagyobb, a másikban az a nagyobb. Persze, persze. Meg ha sajátot veszel, akkor ott ma már, ma már szerintem szinte nincs lehetetlen. Pénzkérdése, hogy mit tudsz, mit tudsz beletenni. Nem mentünk még egyszer sem olyannal, amire azt mondtuk volna, hogy na ezzel mi soha többet. Aha. De van közte kedvenc. A kedvencünk az egyébként az első, amivel voltunk. az Hát Le, akkor lehet, hogy tényleg az első szerelem az. De valószínűleg ami az is. is. Igen, hogy az első élmény is benne van. Persze, persze, hogy abban volt az első élményed, akkor picit jobban szerelmes vagy belé, de nem voltunk még, mondom, olyannal, amire azt mondtuk, uh -huh. hogy na, ezt nem kérjük többet. Uh -huh. És alvással nem is volt gond. Ja, ne, eleget kell inni este, és akkor ja. De nem, mi nem vagyunk egy macerásak, Tehát, hogy az én két gyerekem úgy nőtt föl, hogy somi hat hónapos volt hogy el először utazott velünk, azt hiszem Aténba mentünk, és ott voltunk érted öt napot, vittük a hordozóba, úgy mástuk meg az Akropoliszt, aludt, a Panyesz két éves volt az első ilyen nagyobbnál a Rómába, érted? Mi minden este éttermeztünk, és ő édesen aludt egy babakocsiba. Úgy mentünk végig a Vatikánon, a Vatikáni Múzeumon, hogy egy darabig ott nyilván ő gügyögött, néződött, aztán benyomta a szundit. Nem vagyunk egy ilyen ideges családi alvás szempontjából. Azt szoktam mondani, hogy amíg nem lőnek ránk, tehát ha csak úgy lőnek, az nem baj, amíg nem Am rá, van. addig én tudok aludni, és a család is ilyen. Tehát, hogy nem nagyon volt volt, az, hogy nem tudok elaludni. Ez tök, jó. tök kényelmes. Figyelj, ezek olyan ágyak vannak benne, hogy a, hogy, hogy a szivacs maga az is marha jó, de az alatt van még egy ilyen nagyon érdekes, ilyen tappancsokból álló réteg. És az tök ugyanazt hozza, mintha mint te egy, egy, egy szuper kényelmes ágyon tudnál aludni. Uh -huh. Úgyhogy működő a dolog. Mm -hmm. És amikor elindultatok, azért fel, nektek meg kellett tanulni egy csomó dolgot, hogy hogyan kell vizet bekötni, hol fogjátok a WC-t leengedni, Aha. hogy mondjuk hogyan kell ezt vezetni. Ez így egyből ment. És e, a működött? vezetés azért ment, mert én nagyon sokat jártam uh, ilyen mikrobusszal, Aha. Tudod, és, és az, az úgy, segít, persze. úgy segít, de majd erre mindjárt mondok neked egy sztorit, ezzel a vezetési ügyel. Maga, hogy mit hova kötsz, mi hogy működik, mit nyitsz ki, mit csúsz be az azt hiszem egy 12 és fél perces oktatás keretén belül zajlott. Igen. igen. Ami itt nyitod, ki. Ha nem vagy sík hülye, akkor akkor magattól is rájössz, csak egy kicsit hosszabb, de mondom, jött a csávó, aki hozta nekünk drága, győző, fantasztikus férfi állat, érted? Elmondta, hogy mi van itt, így néz ki, ha ezt megnyomod, akkor kijön a lépcső, ha ezt nyomod meg, akkor leereszted a, a, a szennyes vizet, ha itt tekered ki, akkor kijön az Omnisztor, itt a bútor, állítottam már kerti butot, állítottam, akkor ezt is föl tudod állítani, semmi bonyolult nincs benne. Úgyhogy plusz az ilyen bérléseknél egyébként óriási asszisztansz van mögötted. Tehát ha bármi olyan történik, amit nem tudsz megoldani, akkor egy mindig telefonálhatsz, és ha meg úgy robban le az autó, vagy úgy töröd össze, akkor, akkor meg jönnek érted. olyan nagy izén nincsen belőle. Úgyhogy nekem nem volt benne semmi. De tavaly nyáron kitaláltunk egy óriási ötlete volt az én drága fiamnak, 11 éves, soba nevű ember, aki azt mondta, hogy apa, mi lenne, hogyha a Passau-Bécs kerékpár túrát mi megcsinálnánk? Hát mondom, Nem. ez az én gyerekem, óriási. Mondom, fasza lesz, menjünk. És hogy akkor van olyan túra, hogy elmész Passau-ba valamivel a bringára, elviszik a csomagodat reggel megmondod, hogy hol a szállásod, leteszik, ott vár az ajtóba. Tehát nem az van, hogy egy ilyen szenvedés érted, hogy 30 kiló pakkal kell menned, hanem egy kis hátizsákot felraksz magadra, benne van egy esőkabát, tücsözső, ami kell, és ott vár a csomag a szálláson vagy ugye sátor, és akkor visszük az egész motyót, ez is terve volt, meg minden terve volt, csak közben jött ez a covid os sztori, és azt mondta a béka, hogy, hogy, hogy ő nem nagyon akar itt tömegszálláson menni. Mi van, ha lakóautózunk? Mondtam, hogy marha jó, csak nem tudok egyszerre. Tehát, hogy vagy a bringázás, vagy a lakóautózás, én pedig, én pedig, bringázni akarom a gyerekeimmel, érted? És mondta, hogy akkor majd ő hozza a lakóautót. Hmm. Oké. Okay. Megérkezett a lakóautó, mondtam, hogy akkor itt a lehetőség, hogy legalább egy kicsit gyakoroljunk. Ők hozzáteszem, hogy zseniálisan vezet a csajom, tehát hogy így én bíztam ebben az egész sztoriban. Beült, beállítottuk tükrök, izé, akármicsoda. Ráadásul ő, 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 ugye régen nagyon sokat vezetett kézi sőt, ő volt az a csaj, aki azt mondta, hogy olyan nincs, hogy ő automata autót vezet, az nem való, az csak a senki háziaknak. Aztán, mikor beleült és rájött, hogy ugye a városba az a legnagyobb zseniálitás, hogy nem kell neked állandóan izé kézi munkázni, akkor átszokott, de ez már jó régen volt, és ugye mondtam, hogy hát ez nem automata, ami most nálunk van. Oké. Okay. Udvarba megfordult tükörből tolatás, azt mondja, mehetünk. Kész. Ennyi? Meg vagyok. Úgy jöttünk végig, hogy ki én vezettem Passauig, ott megaludtunk, ott a fiam sikeresen bezárta az autókulcsot a hátsó garázsba, azt hiszem 200 euró volt az, hogy föltörjék a garázs, nem érdekes. Majd elmesélem, ha, ha kíváncsi vagy rá. És e, e, és onnantól kezdve úgy mentünk, hogy mi fölültünk reggel a bringára, letekertünk 50-70 kilométert a két gyerekkel, a béka szépen hozta a lakautót, megbeszéltük középen 30 kilométernél van egy ebéd, ott találkozunk, odaállt, megkajáztunk kicsit, izé elbóckodtunk, mire beértünk a késő délután a megbeszélt kempingbe, addigra a béka már vízbe kötve, áram bekötve, omnisztor kiengedve, vacsorával várt bennünket. Egyedül föl mindent. mindent? Előtt. persze, persze, hogy, ez nem, egy mm. sebészet, érted? Hanem ez szerintem bárki meg tudja csinálni. Először be vagy tőle egy kicsit csokizva, hogy ez egy hét fél méteres szörny, meg minden. De hogy, hogy egyébként ezeket marha jó vezetni. Nagyon magasan ülsz, egy kicsit kamionos izét tudod, kényelmes. Ha, ö, ö, sokkal jobban látszik például a, az eleje a kocsinak, mint, mint egy személyautónak, autónak, ahol ott az áoszt izé kit akar, nem tudsz, hogy már most odaért a falhoz, vagy nem ért oda az eleje. Itt látod, mert ugye ott van közvetlenül előtted, hátul meg csipog. Hát most meg van kamera szóval nem egy, nem, egy, nem egy ilyen megvalósíthatatlan dolog, és akkor a béka hozta a kocsit, mi tekertünk este izé, együtt voltunk városnézés, és akár reggel mi megint felszálltunk, tekertünk és akkor így jöttünk le passzau egészen Bécsig végig a Dunamedrébe, figyelj az is egy gyönyörű túra, tehát aki szeret bringázni, van olyan, akkor adjunk tippet, érted, utazási tippet lehet olyat csinálni, hogy te vonattal innen ö, kimész passzauig, visszad a biciklidet végig tekered, aztán visszaszállsz, oh, hogy hívják a Bécsbe a vonatra, és hazajössz. Vagy kimész kocsival Bécsig, ott leteszed a kocsidat, parkolóházba, onnan kivisznek kis busszal, vagy te kimész vonattal. Hány végig... kilométer bringázás? Háromszáz, 330. Három, és hány nap alatt? Mi hét nap alatt letoltuk. Uh -huh. Ja, ilyen 50-eket, 70-eket. Lazán, kis kényelmesen. figyelj, ő, 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 egy 12, meg egy 11 éves gyerek. Nálunk sose volt baj a biciklizés, sőt, imádják. A Somi három éves volt, azt hiszem, hogy körbe ment a Velencei tó körül, az egy 28 kilométer. Mert nem, tehát, hogy ha nem üvöltözöl a gyerekeddel, hogy miért nem tekersz már, hanem azt mondod, hogy látod, hogy fáradt, együnk egy fagyit. Sietsz valahol? De hogy siete. Üljünk le a tópartra, dobáljunk kavicsot. Egy de óráig dobáljuk. Akkor meg lesz kedve biciklizni. És itt is ugyanez volt, hogy oké, srácok, akkor most indulunk, 15 kilométer múlva fagyi idő van áj, már mehetünk is, apa. Sőt, versi, Óriási nem, lesz, érted? Igen. Tehát, hogy motiválni lehet ilyen apró dolgokkal, meg, meg ugye mi végig dumáltuk. Hát ott is ha pár utakról van szó, ezek ezek tényleg ezek a piszkos osztrákok, érted, hogy mind a két oldalára csináltak egy olyan széles, hogy hívják ott bringa utat, hogy ezt se tudod képzelni. Tehát, hogyha te nem a jobb parton akarsz menni, hanem a bal parton, akkor oda, ott is át tudjál menni, ott is ugyanolyan széles. Ha a melki katedrálist, amikor föltűnik, a Duna hullámaiból, nem ebből az oldalból akarod fotózni, hanem abból az, akkor oda is át tudsz menni. Ez szóval a zseniális az infrastruktúrája az egésznek. Nagyon jó meg van csinálva, és akkor így mentünk végig. Na de visszatérve lakóautós kalandokra, be, azokról kell beszélni, megérkeztünk Passauba, letettük a lakóautót, mondom, nézzük már meg, mert nekem olyan emlékem van, de csak ilyen átutazóba voltam valahova, hogy ez egy ilyen ipari város, és nem jó. Na most ez nem az. De nagyon nem az. Mm. Egyrészt nagyon vicces a Dunát látni, negyed akkorában, mint a mi Budapesten. Mert hát ugye ott nem messzi az eredettől, és akkor ott folyik össze három, három folyó, majd a földrajz szakosok elmondják, hogy melyik a másik kettő, azt hiszem én az egyik, a van a Duna, meg úgy, vagy nem, az nem ott van, mindegy, majd megírják, hogy rákodsz, hogy beszélsz arról, ez nem értesz, és a három folyó összefolyásánál van egy középkori csoda. Tehát ez maga Passau óriási, gyönyörű dommal, katedrálissal, gyönyörű városházával, nagyszerű terekkel, jó éttermekkel, kint ülsz a Duna parton, fantasztikus, ott a vár, ott magasodik, óriási. Oké, okay, megállunk, mondom srácok, akkor itt alszunk, mert van van olyan, hogy nem kempingben alszol, hanem hanem, ö, hát vagy vagy kempingezel, de azt egy csomó helyen nem szeretik. Ezt tudod előre, hogy hol lehet, hol nem? Igen, hát a, 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 a szóval applikációval szóval. például meg, meg tudod nézni, vagy vannak úgynevezett ilyen alvó szállások, ahol nincs nagyon sok minden, de mondjuk áramot meg vizet tudsz fölvenni, és akkor ki van a, alakítva egy parkoló. Ez ilyen alvó hely. Oda letettük a kocsit, mondom, délután értünk ki, megnézzük a várost, alszunk egyet, indulunk reggel és mondja Soma, hogy apa beköthetem-e én az áramot. Nem tudom, ez az én fiam, érted? De édesapja már tud sört inni, nekem kell dolgozni, a fantasztikus, mondom, hogy tessék, itt van kicsim a kulcs. Ez a már említett garázs, amit mondtam, hogy ugye a kocsi hátsó részében van, ez két oldalról nyitható, és ilyen érdekes, hogy hívják, van, hogy egyszer kulcsa kifordítod, és utána még egy ilyen nagy reteszt el kell fordítani, és egyszer csak, ott beszélgetünk a békával, csapódik az ajtó, és a somát látom de megdermedve. Mondom, megrázt az áram, vagy mi, de hát a kábel még nincs bedugva, izé, a ahonnan veszed. És ott áll a, gyere a gyerek, mondom, mi van somci, mit segítsek? Bemaradt a kulcs, mondja a gyerek. Hát nyilván elöntötte a szarért, tehát az agyamat egy perc alatt, hogy 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 csinálhatsz ilyet? Ez e, ennyi. És Ez a, a finom verzió? Fogalmadam... Mit? Ez a finom verzió? igen, azt hiszem kicsit csúnyában fogalmaztam, és abban a pillanatban, ahogy elkezdtem kikelni magamból, eszembe jutott, hogy Feri tulajdonképpen Te ki, is ki a meg. hülye? Te nem Ilyen. mondtad el a gyerekednek, Igen. hogy nem veszük ki a kulcsot, és nem teszük be a garázsba, mert rácsukható az ajtó. És akkor mondta, hú, mondom, somi, bocs, ne haragudj, én voltam a hülye az ordibálással is, meg azzal is, hogy ezt nem mondtam el neked. Most már ezt akkor megtanultuk, hogy hogy ez van. A nagyobb kérdés, hogy, hogy megyünk haza, mert ugye azon nem csak ennek a kulcsa van, hanem magának az autónak a kulcsa is, amivel te elindítod. Hát ha egy kulcsot kaptok? Az autót, igen, igen, igen. Van egyébként pótkulcs, mint kiderült, csak ez már kell hozni. később, plusz euró. nem, volt nem benne, jó? benne a garázsban, ja. ahova bezártuk a másikat is, és ráadásul mindez vasárnap volt, passzauban, ö, már mindenkit fölhívtunk, mindenkit megpróbált Na, nagy nehezen jött egy bókus, plusz körbe kopogtunk a többi lakóautósnak, hogy, ha a, van, akinek ugyanez a himer típusa van, hogy hát, nyílik, nyilván nem nyílott. Megérkezett Jürgen, lehozta a szerkezeteitől, ilyen teljes betörő készlet van, ilyen elektromos izéjük, amit belenyom, és akkor ott ezeket a kis pöcköket próbálja emelgetni. Jürgent nagyon csóválta a fejét, már egy órája mondom, hogy ja, Isten, már próbáltuk feszíteni, tolni, húzni, semmi. Azt mondta, hogy egy, egy megoldás van, amit ő most így tud mondani, hogy vagy várunk, majd holnap, pig, hogy akkor majd jön hát, ha jön valami szaki, aki ehhez jobban ért, mint ő. Vagy hát van a klasszikus föltörő modell, hogy ugye belefúr, belecsavar egy ilyen izét, egy, egy ilyen erőemelő eszközt, és akkor konkrétan kitépi az ára kérdezem, hogy és be lehet majd attól még csukni, vagy akkor ez most már örökre nyitva marad, és mondta, hogy hát azt ő nem tudja, de akkor csinálná. Kész. Egy, ebből kettő van, megcsinálta, kinyílt az ajtó, ott volt a kurs, nagyon örültünk, és hála Istennek ugye az van, hogy, e hogy vissza lehetett csukni. Sőt, még be is kattant az ár, és akkor egy ilyen csavarhúzóval, ha belenyúltál a kitépet izébe, akkor ki tudtad nyitni. Úgyhogy volt ilyen kaland is, megtanultuk. Nem is remél. <s."> ja, aztán ugye ez, ez a túra után következett, ilyen kicsiket nyomtuk itthon, és ezután jött az Albánia ötletem. Még hadd kérdezzek, azt mondtad, hogy nem nagyon terveztek előre. A te ők szintén nagy lakóautósok, mm -hmm. és emlékszem, amikor ők olyan problémákba futottak bele, hogy mentek kempingről kempingre, és mindegyik tele volt. És egyszerűen nem tudtak sehol leparkolni, Aha. mert, mert hogy ők Svájcban csinálták ezt. Nektek volt ilyen, vagy előre kellett nektek foglalni, vagy bárhol mentetek, mindig volt hely, mindig fogadtak titeket. Gyakorlat Illag, most gondolkozom, hogy volt-e ilyen, de nem. Mondjuk azt mi csináltuk foglalás címszó alatt, hogy reggel, amikor elindultunk, akkor tudtuk, hogy hova akarunk menni, és akkor ott a béka közben rákeresett, hmm. és mondjuk befoglalt. Tehát, hogy olyan volt egy párszor, de a legtöbbször odaálltunk, bekopogtatnunk, és mondták, hogy tessék parancsolni. Tehát, hmm. hogy ezt mi megúztuk. Ezt a... Valószínűleg ez a nagy nyár. Tudod, a nagy nyári szezon, amikor például Horvátország olyan írgalmatlan méretű kempingek vannak, több tízezer embernek való, és egy megveszekedett hely sincs, akkor el tudom képzelni. De ugye mi júniusban voltunk a, a az, az osztrák turnén nem volt. Egy, egy olyan volt, ráadásul mondjuk áradt a Duna. Na itt például volt olyan sztori, hogy nem is tudtunk a kempingbe bemenni, mert ugye a Duna parton volt, és áradt a Duna, úgyhogy nem is engedtek be senkit. De a falu mellett volt egy ilyen alvóplac, amit direkt arra alakítottak ki, hogy ott földugod az áramot. Az is tele volt, de a tulaj mondta, aki ott üzemeltet, vagy nem biztos, hogy a tulaj, de az üzemeltető, hogy akkor, ha a fürdő izé mellé oda berakjuk a kocsit, akkor ott alhatunk. Nyilván nem volt egy panorámás izé, de tök mindegy volt, este értünk oda, mm -hmm. úgy is besértettünk a faluba, megvacsoráztunk, visszajöttünk, aludtunk és reggel indultunk tovább, tehát hogy nem volt, nyilván nem szeretnék úgy egy hetet eltölteni, hogy a vízes blokkra nézek, érted, ha kilépek a lakóautóból, de egynek aludni jó persze, volt. persze. És útközben, hogy bármilyen ilyen méretkorlátozások, meg az ilyeneket, hogy figyelitek, hogy mondjuk van egy alagút, aki van írva, figyelitek folyamatosan, Persze. de előre nem tervezitek ezt meg? Nem. Nem mentek? Nekünk és... nem volt ha, ilyen. Nem volt. Ö... Szintén csak azért kérdem, a Tesoméknak volt pont Olaszországban, hogy olyan szűkek az utak, hogy bementek egy kis olasz faluba, Igen. És nem tudta a keresztül menni a falun, mert nem férte el. Igen, és ja. akkor oké, okay, vissza kell menni, és egy hatalmasat kellett kerülniük. Ez benne van, de ez a kaland Aha. része. Tudod? Tehát, hogy ezt hogy ez... Igen, az azért nem tudsz ott átmenni, mert a jó Isten vagy, aki vezérlél te kezedet a fogásnál, az szeretné, hogyha te megnézni, még egy csodálatos olasz kisfaluta, 60 kilométeres kerülőd alatt. Tudod? De ez aki ezen főhúzza magát, az, az, az nem menjen így nyaralni. Mm. De neki akkor a izé való a ibuszutazása, ahol mi ott van izik a Katika és elmondja, hogy már akkor most felszállunk a buszra, és megnézzük a Hamurapi királynak a oszlopát, vagy nem tudom micsodát, ebéd 13 óra 30 perc, na, én meg ezt nem szeretem, Igen. tudod? Hát ezt mindig mondom is, hogy az utazás az, a első dolog, ami kell, az hatalmas rugalmasság. Ja. Mi, bár, ha kalandot bár, akarsz, akkor igen, az kell. Igen, igen, Tehát, igen. Hogy, ha meg akarsz nézni turistaként dolgokat, azt lehet másképp is, ha, ha, ha kalandokat akarsz, akkor meg szerintem ezt be kell vállalni. De mert ne. egyébként mi történik, ha nem tudsz átmenni? Hát visszatolatsz, segítő olasz barátaiddal érted, ahol mindenki üvöltözik, hogy merre tekerd, megállsz, isztok egy kávét, ezt a komész tovább, és, és csodálatos tájakat, nagyszerű embereket, és fantasztikus ételeket fogsz mm. látni és tapasztalni. Imádom Olaszországot. És ez a lakóautós közösség, ez milyen ebbeti, mondjuk bementek egy kempingbe, akkor ott a szomszéddal, nem tudom, átmész egy pohár borral, Ó, és. És arra és, is példa, például az első pont Szlovéniában, a tengerparton, ahogy beparkoltunk, akkor kiderült, hogy három magyar lakó kocsi áll még a környékünkön ott azonnal izé pálinkákat kellett fogyasztanunk, nagyon tiltakoztam, áll, nem bírom az ilyen bulikat, úgyhogy természetesen persze, hogy megittuk és jól éreztük, munkat beszélgettük, de alapvetően jellemző, ugyanúgy, mint a kirándulók nálunk egyek kulturáltabb országokban, mert nálunk még köszöndése illik az erdőben, tehát, úgy mindig meglepődnek, amikor jönnek, szembesen, köszönök. De szerintem úgy, úgy illik, illik, hogy persze. egy egy. egy, egy a... csapatban vagyunk, én tudod? hogy Te is erdő, de. én is erdő, te is szereted, én is. Eh... Magyarok köszönnek szerintem. És külföldön nem divat. egy másik Magyarországon élsz, akkor lehet... Nem tudom, én, én, de én... neked ez a tapasztalatom. Nagyon, nagyon sok helyen. Ugyan, fúri, de van egy jó brigád, aki igen. De, a, de például a kempingben is szerintem olyan alapvető segítségnyújtás az, hogy a másiknak ha tudsz, akkor segítesz. A, a, a például ugye vannak ilyen különböző szettek a víz vételre, meg az áramra, hogy az albán túránkon volt olyan, hogy mi ott nagyon sokszor bivakoltunk, hogy nem hivatalos helyen álltunk meg, mert ott a kutyát se érdekli, és megálltunk egy ilyen 300 éves török híd lábánál, ahol úgy csinálták meg a, a kis folyócskának a befolyó meleg vizeit, hogy ilyen fürdőmedencéket alakítottak ki, és akkor ott, ott tudsz izé szelni, Na, mi ott tartunk kint éjszaka, van egy kocsma, egyébként összehaverkodtunk a sráccal, és akkor mondta, hogy, hogy hát ilyen val én áramot, oké. Okay. De már ott álltak, és a mi kábelünk nem ért el odáig. És a csávó látta, hogy ott bénázunk, hogy megpróbált a kábel lehúztad, már érted a lakóautót, hogy át, ahol, ahol közelebb jön, és mondta a csávó, hogy itt van nálam. Tehát kössük sorba a cuccokat. Kocsma, kolléga lakóautójáig elvitte az áramot, aki oda berakott egy elosztót, Ferkó pedig az ő elosztójából elvitt az ő lakóautójáig az áramot, tudod? És nem nincs kérdés, vagy például a víz ilyen átalakító, akár micsoda, tudod, amivel a kerticsapris így föl kell nyomni a slagot, az, az nálunk eltört. És jött a csávó, azonnal, hogy neki van egy tessék. Fizetek, hogy mit fizetek, mert semmi hagyja. Vagy volt, hogy azt mondta, hogy két euró, amit tudom én, mi annyiba kerül, hogy azt. és odaadtad. Tehát, hogy összetartó nép szerintem a bajban. Ez de jó. Ja. jó. Az Albánia volt a legnagyobb turátok? Lakóautóval igen. Lakó, Elő, előtte még a, a, a Balázsékkal csináltátok azt a az rócsót, egy, az, igen. Az, de az csak egy po, kvázi poén hát volt. Hát az egy nem? poén volt, ott a Balaton körül mentünk egyet, ilyen ajándékokat kellett elvinni, és akkor kitaláltuk, hogy akkor legyen egy ilyen mozgó stúdiónk, hmm. én ugye már sokat meséltem a laukóautózásról, és hogy ők is ezt ki akarják próbálni. Gyakorlatilag pont azt értük el vele, amit nem kellett volna, mert a lakóautóban úgy utazni, hogy közben te egy számítógép monitort nézel, próbálsz beszélni egy mikrofonba, jegyzeteidet nézed, az SMS falat nézed, az rövid úton egyenlő a Heiningerrel. Tudod, mint ahogy tudod, ha a kocsiba yes. telefonon nézel valamit, akkor könnyen összezavarod. Úgyhogy náluk szerintem nem nagyon jött be. Jött ez a, be a Balázs be, mondta is, hogy neki ez ennyi neki volt. Neki ez ennyi volt, vagy... igen. Tehát ott, ott el, el is rontottuk egy kicsit ezt a dolgot, de nem is neki való egyébként szerintem. És a Janiban Jani. én jobban bíztam, mm -hmm. hogy ő, ő elcsípi a dolgot, de, de sem. De hát még nem. De nem ezzel kell volna kezdeni. Tudod, tehát, hogy a két lakóautó szűzzel így beülni egy lakóautóba, hogy onnan adást készítünk, és te neked tényleg dolgod van, az nem volt szerencsés. De nem mm. is az én dolgom megtéríteni bárkit persze. egyébként. És egyébként baráti körben volt olyan, akiknek meséltetek és, és kipróbálták? -e? Igen, el is kezdték. Nyom, olyan is van, aki vett már magának. Mi adtatok? Hát azt nem tudom, hát de ti adtunk is egy löketet. Ah, ah. Tudod, ők is gondolkoztak rajta, csak úgy voltak vele, hogy á, biztos macera, biztos, izé... Nem jó. És aztán mi meséltünk, kipróbálták, azóta nekik már van saját. Egyébként, ahogy elmeséled, ilyen nagyon könnyűnek tűnik, de persze kell ehhez az a hozzáállás, ami nektek van. Mert hogy az nem mindenkinek való. De én ezt mondtam is, persze, hogy van egy csomó persze. ember, aki ezt a fajta lazaságot, érted, nem bírja. Tehát az bírja, hogy megmondják neki, hogy mikor mit kell csinálni. Akkor Az meg nekem nem való. Uh -huh. A világ ettől szép, érted? Persze, hogy akkor persze. ő meg, ő meg oda megy. Uh -huh. Vagy van, aki jobban görcsöl ezeken, tudod? Tehát hogy mi, mi meg úgy vagyunk, hogy úgy is lesz valahogy. Uh -huh. Hát most, na, nem mi történik, mi, mi történhet. Na és ez a, az Albánia, hát azért ez egy, minú, egy ilyen ezer, 3-400 kilométer lefele? Igen. Meg, Magad amit ott még ott, ott, ott összecsáskálsz, meg vissza is kell jönni. 5000 lett az 4000 Két hét, meg egy két kicsi. Hét. Aha. Két hét és két nap. Ja. És akkor erre megint egy teljesen új kocsival? Egy másik egy kocsival? másikkal, igen, egy másikat, másikat kaptunk, amivel mi, mi, elmentünk. Én ott kértem, hogy az legyen azért egy disznó motoros, tehát hogy ott azt tudtam, hogy, hogy ott nagy, nagy túrák várnak ránk én ugye erre is fölkészültem. Hát egy, egyrészt ugye hülyének néznek, hogy Albániába akarsz menni. Tehát azért alapból, alapból, hülyének néznek, mert minek akarsz te oda menni e, Az, azért, mert nagyon jó a kaja, gyönyörű a táj, és még úgy, úgy autentikus, hogy Ugyan. még nincsen, a turizmus még nem Ugyan. rontotta el. Na most erre mondok neked valamit, erre a, erre a sztorira. A dél-amerikai őserdőbe fölfedeznek egy helyi indián népet, akik csodálatos szájjal tépet, banánlevél kultúrával rendelkeznek, élnek a hegyek, a, a fák tetején, csak növényeket esznek, nem láttak televíziót, ágyékötőben élnek. Ezt fölfedezi a nyugati ember, az európai ember. Megnézi. Egy év múlva az összes nagy hotel ott áll, kontinentális reggelit teszel a helyet, hogy a helyi indián törzsnek a kajáját ennéd, annélkül néznéd meg őket, hogy a lehető legkevésbé beavatkoznál az életükbe, és békén hagynád őket, és ha három év múlva mész, akkor már ők is ö, fehér tornacípőben ö, lesznek, farmernadrágban, kábítószeres alkoholisták lesznek, mert elvesztették az identitásukat, és nem tudnak az újjal mit kezdeni. Mi azt gondoljuk, hogy az a nyaralás, hogy már pedig én ott, ott is tojásra nem teszem, ha a fene fenét eszik is, már pedig szerintünk Albániában nincs tojás, nem tudta, oda nem megyünk, plusz láttuk a filmet a Liam neeson akinek a lányát is elrabolták a csúnya Albánok, plusz olvastuk, hogy az összes lopott Mercedes ott van, minket ott meg is fognak enni talán. Most ezzel ellentétben, hogy most szépen felsoroltam majdnem az összes sztereotípiát Albániával kapcsolatban, ezzel ellentétben a világ legjobb fej emberei laknak pontosan emiatt, a kvázi elmaradottság miatt. Ugye Enver Hodzsa, ha valaki akar olvasgatni erről a, idézőjelesen mondom, nagyon erről a csodálatos férfiról, aki tönkretette ezt az országot, mindenki ellensége volt, semmiféle kultúrát nem engedett be, de még csak keletről se, tehát ugye ő a Szovjetunióra is azt mondta egy idő után, hogy, hogy hát ezek, ez, ez már nagyon megpult ez a, ez a szocializmus, amit ők csinálnak, ő ennél sokkal komolyabban gond. Gondolja, gyakorlatban az volt a védekezése vizionálva, hogy őt le fogják rohanni, hogy nem tudom, 1 millió 800 ezer bunkert építetett, amiben annyi beton van, amit soha nem fogsz tudni földolgozni. Bárhol van vész, ezek a kis kúpok ott vannak, végig a tengerparton, de a városokban, de a falvakban minden. És ez a csávó, ez nagyon tönkretette ezt az egész országot, viszont a. a szerintem annak köszönhetően is, ami például Olaszországban volt a 60 70-es években, hogy a maffia azt mondta, hogy gyerekek bármit lehet, mi nyugodtan lövöldözhetjük egymást, lehet csencselni, üzletelni mindenkivel. Egy dolog szent, a turista. Mert pénzt hoz ide hozzánk. Mi abból... Nagyon sok helyen mondják. Igen. Hogy őt szeretjük, ő kedves, amikor ő öt van, akkor nem lövöldözünk, <laughs> nem csinálunk semmi ilyesmit. Kicsit ugyanez van nyilván az albánokban is, hogy nekik a, 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 az egyik menekülő útjuk az, hogy, hogy turizmus van. Tök érdekes, hogy a hegyekben fönn, az északi részen sokkal autentikusabb minden, tehát ott még Azért van viseletben a Paraszt bácsi, aki egyébként a szamarait legelteti meg a kecskéket, mert ő egyébként ebben jár. Nem azért, mint nálunk, hogy a gulyás meg a csikósa hortobágyon a Kienciukú hídra is azt úgy lovagol, meg karikásustorra pattogtat ami tök jó, meg kell őrizni a hagyományt, tehát nincs ezzel semmi baj, de ő konkrétan még így élő ebben van, őrül neked. Fivótunk olyan boltba, ahol a néni, hogy rájött, hogy mi turisták vagyunk, nyilván nem volt nehéz, mert megálltunk a busszel előtte, meg azért látszott, hogy nem nagyon tudjuk, tele a gyerekek zsebét cukorra, hogy, hogy, hogy ő örül nekünk, hogy mi ide bejöttünk, hogy mi megtiszteltük az ő falucskáját, és megtiszteltük az ő boltját, hogy ott vettük meg a kenyeret, meg a tejet, meg a vizet. Érted, Tehát, hogy ez a fajta ilyen nagyon őszinte ö, segítőkészség és szeretet az, az kevés helyen van meg. Ott is megy már a, 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 az eldúrulás ennek a dolognak, a lenti rész, főleg a tengerparton. Ö, ott már elindult ez a szállodát, építünk mindenhova, mindenütt a turista csalogató, de még az is egyen jobb, mint amit, amit mondjuk én már Horvátországban mm. egy kicsit utálok, tudod, hogy, hogy az minden mindegy, ha nem űz be, akkor mennyi, majd beül a következő, van két darab ételünk, érted, azt akkor azt teszed, ha, ha, kell, ha nem. Hát ezért mi idén nyáron Montenegróba mentünk, Na. ami már majdnem, Igen. majdnem Albánia, Igen. és pont ezért, mert hogy Horvátországban már csalódtunk az utolsó években. Ugyanez. hogy ugyanez. Mi, mi évekig jártunk ugyanem. ki. Én 97-ben voltam kint először, a háború után, közvetlenül 98-ban én ugye elkezdtem búvárkodni, és akkor az egy tök jó destináció volt, közel van, szép a tenger, tiszta, kimentünk sátorra, vittünk konzervet, búvárkodtunk, tehát huszon valahány éve ismerem őket, és, és, nagyon sokat jártunk, tehát tényleg úgy is volt, hogy csütörtökön haverokkal beültünk a kocsiba, beraktuk a cuccot, menjünk kimerülni, majd alszunk valahol a kocsiba, aludtunk, érted, csak búvárkodhassunk, mert annyira rá volt kattanva az egész brigád, és az a fajta szeretet, amivel akkor vártak érted, meg most, hát ég és föld a különbség. És ez ugyanaz, amit mondtam az, az én nem létező indián törzsemről, hogy itt is ugyanaz történik, hogy mindaz, amit én megszerettem benne, az elveszett tudod? Romantikusak persze a kis városaik, a kis tengerparti települések, gyönyörű a hegyekbe fönn, szép az isztia, tehát tudjuk sorolni, de valami eltűnt, valami elveszett, és egy kicsit mi ezt is kerestük, és ott még megvan, és még meg, megvan még, de félek, hogy mondjuk három-öt év múlva már nem lesz meg ezekben a tengerparti nagyvárosokban is. Uh – -huh. Látszott a változás már? Mi például Montenegróban azt láttuk, hogy mindenhol már építik az apartman komplexeket, hotelek mindenhol. Itt uh, ugyanez. Meg van. az orosz milliárdosok. Ja, ugyanezt. Ugyanezt. ugyanez. Itt a déli részen uh, már az összes nagyváros partja végig tele van az apartmanházakkal, frissen fölhúzva, tíz emelet árulják, vehetsz magadnak is, és akkor kiadod, iroda is van rá, ki kezeli az egészet, plusz vannak a, a szállodák, most még viszonylag olcsóság van, már nem annyira, mint azok, akik sokat jártak ki, beszélgettem egy pár emberrel, akik, akik elmondták, hogy ez most már rettenetes drága, ami ott kint van. Hát Rettenetesen a, drága. Hát így. ahhoz képest, Aha. ami volt mondjuk 5-10 éve, érted? De még mindig mindig szerintem viszonylag normálisan lehet ezekbe bekerülni, úgyhogy ott, ott is a, a, a szállodák, most már szerintem a nagyszállodaláncok láncok is megjelennek hamarosan, Éttermek, a sétány is kezd el üzleti esedni, tudod, a tengerparti sétányok lesz, nyilván izéjárus, illetve már most is van, tudod, mindenféle szórakoztatóipari terméket ott meg tudsz venni, a világítós, nem tudom, csodát a bízbasztól, kezdve a, a nem tudom még. Tehát ugye ez benne van, aki akar menni, az még most menjen. Nagyon romantikus, nagyon vadregényes, a kocsival is az egyébként lakóautóval meg különösen. Vannak Van olyan útjuk, ami főútvonal. Látod a számán is, meg látod, hogy nagyon sokan mennek rajta. És ez a főútvonal egyszer csak eltűnik, és múrva lesz belőle, de 40 kilométeren keresztül. És akkor ott vége a Murvának 40 kilométer úrra, megint út van, és biztos, hogy nem én csesztem el, mert az összes autós, akivel én mentem, az ugyanúgy jött, csak már most nem mentünk 80-nal, 90 -al, csak 20-szal, mert a Múrván nem tudsz menni. Tehát, hogy ilyen meglepik vannak. És, e, akkor... és ettől olyan különleges. Hát persze. És... Na most itt van megint az, hogy ezeket hogy veszed. Ha elkezdesz ezen szitkozódni, meg anyázni, hogy ez miért ilyen, akkor nem jó helyen vagy, akkor ez nem a te Ha elkezdesz rajta röhögni, hogy akkor most húszszal megyünk, nézelődünk, beszélgetünk, semmi baj, ha egyébként megáll, elfáradtunk, akkor megállunk és, és alszunk egyet. Igen. Például tök érdekes a lakóautózásként, hogy lementünk a tengerpartra, van egy csomó ilyen kis étterem, tudod, napágyas izék, már mint olaszba ki van téve, jó sűrűn egymáshoz, vagy kevésbé sűrűn, és a csávó azt mondja, hogy figyelj, új, hogy itt maradtok meg minden, mert mi megálltuk fürdeni, hogy itt maradtok, nem, pe lehet persze, úgyis itt fürdesz, úgyis itt fogsz vacsorázni nálam. Ad ide az áramot, ott van ingyen, földugom, azt használd. Mikor hallottál ilyet? Bárhol. Érted? Hogy azon kívül, amit egyébként elköltesz, mert, mert úgy is mondom, ott kajáltunk, ott csináltunk mindent, azt mondja a hapsi, hogy maradj itt, mert nyilván ráadásul reggelizni is, akkor Igen. lehet, hogy nálam fogsz. És nekem az, hogy te földöksz egy ilyen lakókocsit, nincs az az áramfogyasztása, hogy abba te belehalljál. Érted? Vagy volt, aki -e azt mondta, hogy a például a hegyekbe, ugye fölmentünk az északi részre, sírsz olyanok a nemzeti parkok, de, de konkrétan sírsz, és van egy ilyen turisztikai központ az északi részem, ahol nagyon sok hátizsákos turista, turista van, és ilyen tök jó kis ízéket építettek, bungalókat. Már van egy-két étterem is, de még visszafogott a dolog. Megnéztük az applikációnkat, hogy hol hajtjuk álomra a fejünket, és írta, hogy ebbe a faluba egy utcája van az egésznek, már fönt van a hegyek között, a jobbra a negyedik ház az egy nagyszerű kemping, de a nagyszerű kemping az az volt értett, hogy egy düledező viskóba lakott egy, egy nő a párjával, akik megengedik a turistáknak, a, a, a sátorosoknak és meg a lakautósoknak, hogy bejöjjenek az udvarba, építettek egy ilyen hát, hogy is mondjam, balkáni hangulatú kis fürdőszobát, aki járt már arra, az tudja, hogy mit jelent a két lábas tégla vécé, ugye? Hogy nem ülsz le. Egyébként nagyon higiénikus, csak mondom, hogy nem ugye nincs ülés, de hát van egy romantikája a dolognak. És adnak áramot neked. Na, ezért fizettük azért, hogy ott vagy, Csinált nekünk reggelit a, a hölgy, ilyen valami pirokszerű ilyen badakszerű akármit sütött ki, friss ö, gyógynövényes teját hozott reggel, ezért fizettünk három eurót egy A reggelivel együtt. Érted? És akkor nyilván adsz ötöt meg tízet, és nem kell, mert ők tulajdonképpen így, így ők, nekik ez elég. És ő nem akar többet, neki nincs mobiltelefonja, azt mondja, nincs, azt se tudja, hogy mi az, hogy internet. És milyen jó ezeket megtapasztalni. Nagyon, nagyon. Ja. Egész más a, 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 ez a fajta világ. Én nagyon félek az új világtól. Használom én is a termékeit, nyilván nekem is van okos telefonom, videót vágok rajta, van Facebookon, van, van, de amerre rohanunk, pont van, amelyik nap beszélgetünk erről a rádióban, hogy, hogy most ez a virtuális világ, ez, ez odáig fejlődhet el, hogy neked nem kell utaznod, hanem hazamész. Felrakod a... a, a... Sőt, már lehet, hogy föl se kell majd rakni, olyan lesz, ezt ki tudja. Vagy hogy egy ilyen normál szemüvegben már bele lehet azt tenni, hogy egyébként egy kétszer-két méteres betonkapszula lesz a házad, mert nincs szükséged semmi másra, ugyanis bekapcsolod, és azt képzeled, hogy te egy középkori palotába Laksz. És azt képzeled, hogy te elmész Sri Lankára úgy, hogy ülsz otthon. Szomorú. Gyerekek, ez a halál. Érszem. Tehát ez a, a, az emberi kapcsolatok a, 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 tönkretétele, a felfedezni vágyás, az érdeklődés tönkretétele, az olyan szintű el ami, amiről én, én már én nem akarom ezt megtapasztalni, nyilván nem is fogom, hajlott korom miatt se, de hogy, hogy én sajnálom a srácaimat, tudod? Nálunk például úgy, így viszonylag nekik nincs semmilyen social felületük. Uh -huh. Többok ok miatt se, egyrészt mert ugye az én gyerekeim és az ismert embereket úgy könnyebben megtalálják, elég az nekem, őknek nem kezd szembesülni, meg szerintem egy 12- meg egy 11 éves gyereknek nem kell nem kell. Egyébként nem is lehetne, ha belegondolsz, mert azt hiszem, hogy az Insta is 14 vagy 16-tól enged. Valami ilyesmi, ha? Na, hát most kérdezzé meg itt, kimész, kimegyünk az utcára, és megkérdezünk 5 vagy 10 ilyen 10 éves gyereket, és 9 azt fogja mondani, hogy neki van, mert az annyit csinált, hogy az apja. Hello, hülye vagy? De tényleg, hülye vagy? kirakva minden rá, fie, olyan, olyan csatornát engedünk magunkra ezzel, ami, Pff, nagyon kemény. Személy. Na jó, van, de de ez de. Egyébként baráti társáktól hallottam, hogy amikor hogy van egy gyerek, aki nagyon sokat nem tudom, nyomogatja a telefonját, és elmennek egy ilyen útra. És ott eszébe se jut, hogy elővegye a telefonját, mert annyi mindent lemegy a partra, keresget de a ha. kövek között, játszik a bármivel, ami ott a tengerparton van, elfoglalja magát a természetben. És nem, Fíj, nekem nem erre kell van. neki nyomogatni. Igen. Nekem erre van teóriám, hogy hol cseszük ezt el. Tehát ha belegondolsz, a gyerek, érdeklődő, a világ felé nyitott ö, a szüleivel, normál kapcsolatban, normál esetben, ö, ö, játszani akaró. De mikor utána egy tíz éves gyerek már nyolc egyára mondja az apjának, hogy apa, kimegyünk-e focizni, és az azt látja, hogy az apa nyomkodja a telefonját, vagy a számítógépét, vagy a izét, és azt mondja, hogy nem, kilenc egyére nem fogja megkérdezni, tudod? Ő azt látja, hogy ő abban van, igen. akkor is az. Ha az első, van, és persze. ráadásul azt ne felejtsük el, hogy ez a világ egy nagyon vonzó világ. Ha belegondolsz abba, hogy mondjuk itt kimész az utcára, és a belváros fogad, ami szürke, esik az eső, le van verve az, a vakolat kutyaszaros, míg belépek a nem tudom milyen rá, játékba, ahol én bárki lehetek. Így jönnek az akciók egymás után, érted? Pörög, mint a vadállat, tehát az agyat, másodpercek alatt be tudja hozni, és egy darabig vissza visszaállítható, tehát egy darabig kibírod vele ezzel szedni, hogy élményt adsz neki, és imádni fogja, egy idő után már nem. Tehát ha majd 16 évesen gondolod azt, hogy Ő, ki ez a gyerek itt mellettem, most tudom, kicsoda, és akkor visszük el. Fény, megörülök attól például, hogy, hogy úgy sétáltatnak, vagy úgy babakocsival tolnak gyerekeket, hogy előtte van egy laptop, és mesét néz. Vagy hogy, hogy hívják ezt a kis, ami már nem telefon, de még nem számítógép? Ilyen, tablet. Tabletta. Azaz, köszönöm szépen, tabletta. Tablett. Hogy úgy sétál, érted, anyuka, hogy ő egyébként nem tudom, tudjon csevegni a barátjával, hogy beül a gyerek a babakocsiba, egy éves vagy két éves, és elébe van pattintva a tablett, és nézze a mesét. Vagy hogy úgy megyünk-e étterembe, hogy a gyereket elviszünk. Nekem sose volt gondom a gyerekemmel étterembe. Érted? hogy mert hogy akkor biztos izé, nem, nem, beszélgessél vele, és a két évessel is lehet, játsz vele, mutasd meg neki a világot, mindjárt befejezem, mert ebből eszembe jutott meg én egy nagyszerű gondolat, amit meg akarok osztani veletek, hogy érted, úgy látsz családokat, hogy szó nélkül mindenki nyomkodja a telefont az étterembe, és a gyerek is már nézi a mesét. Miért? Azt szokták mondani, tudod, mi a szomorú? Mi? Hogy én már Indonéziában, a szigeteken is láttam olyat, hogy a gyerekek fekszenek innen a parton, mit néznek? Hagy gyerek egymás mellett, és a mobilt nézik. Telefon. Igen. igen. De folytasd <haz> de. Nem lehet kikerülni, tehát én nem mondom a teljes uh, digitális letiltást. Nem lehet kikerülni. Uh, ha közös élményt tudsz belőle csinálni, mi például szoktunk nézni olyan uh, TikTok, azt igen, uh, TikTok uh -huh. videókat, amit velem együtt néz meg, tudod, és akkor röhögünk, vagy azt mondjuk, hogy figyelj, nem át, ez rémci Rémciki. De nekik például nincs TikTok fiókjuk. De az iskolában tudnak róla, hazahozza a gyerek, hogy apa, van ilyen, hogy TikTok. Én akkor még azt sem tudtam, hogy az mi. De Tehát nézzük a... meg, közösen. Nézzük történt. meg, érted? Mm -hmm. Értékeljük, beszélgessünk erről róla. nem mindig halál komolyan, és ha olyan, akkor röhögjünk egy jót oké, okay, működhet a dolog. Szóval amit, amit mondani, mondani, akartam, az mi is volt. Na, hogy azt szokták mondani, hogy minek viszed a gyereket nyaralni? Úgyse emlékszik rá egy bizonyos korig. Na, ahogy én mondtam neked, Soma az azt hiszem hat hónapos volt egy aténi kirándulás, nálunk egy kicsit nagyobb, talán másfél a Rómánál, ahogy először úgy mentünk, hogy akkor oké, okay, gyerekkel együtt és nem igaz, hogy nem emlékszik rá. Tehát valószínűleg, ha ha itt soha... Nem a konkrét élmények nem, nem emlékszik. Arra emlékszik, hogy apával és anyával, mm -hmm. vagy sárát, anyával és apával jól éreztük magunkat. Sétáltunk, kipihentek voltak, nem voltak idegesek, nagyokat nevettek, és egy jó, jó, jó környezetben nőttem föl, mert ilyenek is voltak. Plusz ugye nyilván fotózik mindenki, tök mindegy, hogy mivel, mobiltelefonnal is akár. Én például minden utunkat, én megcsinálom fotókönyvbe. Tehát eddig bárhol voltunk a világon, nálunk így sorakozik a dolog, és januári sötét estéken az nálunk program, hogy mi együtt lekucorodunk a kanapére, leveszünk egy könyvet, és átnézzük. És már a Somának is az aténi könyvet nézegetve, ugye van képe arról, hogy mi történt ott, és tök érdekes, hogyha visszagondolsz a saját gyerekkori emlékeidre, akkor van egy kor, ami alatt nem tudod eldönteni, hogy te emlékszel vagy rá, az vagy csak anyádék mesél, Vagy fotón láttad. Vagy fotón láttad. Igen. Ugye összemosodik a dolog, de azt tudja, hogy jó dolgok történtek vele. Tehát, hogy ezért is kell e, szerintem vinni minél, minél hamarabb. Uh -huh. Meg vannak azok a lakóautós momentumok, amit a srácok emlegetnek? Persze, így, így. folyamatosan, persze, folyamatosan mi, az, mi az ami nekik... Ilyen nagy körben az egész, az uh -huh. egész oké, okay. a Sominak nagyon bevésődött ez a kulcs dolog, hogy apa, én azt megtanultam, amit, amit elmeséltem. Életre megtanult ezt a kulcsot. Ez egy a, életre, nem? hogy nem teszünk le olyan kulcsot, de nem ami csak egy a lakóautónál sehol. Semmit, semmit sehova. Akkor például tökre imádják, hogy a lakóautónál ugye a hátsó nagy alvó rész az a felnőttek, és az övéké az elől van, a sofőr fülke fölöttről, így lehajtod a két ülést, és lehúzol egy nagy francia ágyat, és hogy az a kuxli, az a kuxli, és hogy ők ott micsoda jó bulikat szoktak rendezni, az állandóan megvan, eh, akkor amit nagyon imádnak a, a sütés, amikor tudod fölrakod ezt a grilles cuccot, és például volt, volt olyan, hogy megkaptuk a lakóautót, és csak másnap indultunk, hogy de ők már benne akarnak aludni, és hogy, igen, és hogy én már süssek előtte való este a, a kis kinti grillünkön. De vagy nagyon érdekes módon megmaradt a, a az Albániából most, amit meséltem is neked, ezt a híd mellett való alvást. Ott, ott például úgy aludtunk, hogy vaksötét éjszaka volt, olyan csillagos eget még nem láttunk, pedig mondjuk voltunk Jordániában kint sivatagi túrántól ahol És még ott sem. És még ott sem volt olyan. Tehát olyan szinten nem volt fényszennyezés, és olyan csillagos tiszta volt az ég, hogy én mobillal csináltam olyan fotókat, amit nem hiszel el. Tehát sírsz, hogy ez az, de én ezt egy nagy képezőgépet csináltam, nem, ez egy mobiltelefon patty. És arra például emlékeznek, hogy ott kifeküdtünk a folyópartra, és akkor néztük a csillagos eget. Uh -huh. ezek, ezek megmaradnak. Ezek persze, szépen minden. Ja. Most említetted a grillezést. Ha mentek, piacon vásároltok, ti magatok főztök, Helyi kifőzdébe mentek, vagy étterembe, vagy mindent mixeltek? Is, 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 Én nagyon szeretem kipróbálni a helyi dolgokat. Tehát azt tudjuk róla, hogy szeretsz enni. Az így van, látszik is. A piacokat is nagyon imádom. Uh, Olaszországban az például, hogy én a kikötőben megyek hajnalba, a család alszik. Ugye én egy kicsit így korábban kelésre vagyok beprogramozva, valószínűleg a rádió miatt. Ö, nem kelek föl, mondjuk fél ötkor, ha nyaralni vagyunk, de én viszonylag korábban meg, megébredek, és akkor soma még a partnerebben, mert ős egy, egy hosszú alvó. És őt meg nagyon izgatja ez a tenger, meg a hal, meg az, akármi és kimegyünk piacra, tudod, és akkor ott fillérekért kapsz osztrigátok ezen minden, kagylókat, rákokat, halakat, ott meg tud csináltatni az olaszoknál egy csomó ilyen hely van, de ez Albániában is így van például, hogy a frissen kifogott hal, ezt akkor adsz még ötven leket, vagy százat, -ot, és ott meg is sütik neked. Tehát óriá, ennél nagyobb élmény nincs, hogy látod a fölkelő napfényében a visszatérő halászhajókat, akik pakolják ki az árut érted, és ott állsz fiaddal kézen fogva, attól se kell félni, hogy nem tudod, hogy hogy nyúj hozzá, mert ott megcsinálják neked. Meg is csinálják, de én működben elég jó vagyok, nem akarom dicsérni saját magam, így konyha technológiailag, de azért én elég penge vagyok, szeretem is marhára csinálni a dolgot otthon is, én főzök, tehát hogy attól se jövök zavarba, hogyha valamit így meg kell csinálni. De tehát hogy mi ezt teljesen vegyesen nyomjuk, de például én mindig úgy megyek, vagy mi mindig úgy megyünk ezekre a lakóautós ö, túrákra, hogy van egy készlet, tudod? Hogy van benne spagetti, paradicsom, ö, szósz, olívaolaj, egy kis ez az, ugye ezekben van mélyhűtő, ezekben a lakóutókban, akkor oda beteszel valami húst, hogyha baj van, ha nem elfogyott a pénzed, ha, ha bármi történt, bár, akkor valami kaját össze tudsz dobni. Vagy reggelinek valók. Ö, ezek, ezek mind vannak de én nagyon szeretem kipróbálni a más, más nemzetek konyháját. Figyelj például, Albániában van egy, egy ilyen vízeséses étterem. Vízeséses étterem? Egy vízesésre -es van ráépítve. Megőrülsz olyan. Eh, szintek vannak, de azt képzeld el, hogy egy-egy szinten egy asztal így szétszórva és alatta csobog a vízesés. Egy, egy ilyen platformra. Igen, igen, hát nyilván betonozták, az ugye ott van elég. Azt mondtad a beton. Az, igen, igen, ők abból jól, állnak. Tehát ilyen kis betonplacocskák vannak, és közben lenézel, ott melletted jön, jön le a vízesés, és írgamaton tiszta vize, abból iszik mindenki. Tök jó volt azt is megtapasztalni. Műkajában nem az volt a legjobb, de, de hogy, hogy az is egy ilyen nagyon-nagyon jó élmény. Tudod, mm. hogy egy ilyen beülsz helyi kajákat kipróbálni, az, az például nálunk mindig ilyen lövés. Ha mi megyünk, ezt Olaszországba, a béka, meg, 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 meg Görögországba is végigjátszotta velem, az a, a, nem tudom, a halálba kíván szerintem. Én mindig kinézek valamit, amit én meg akarok kóstolni. Olaszország, Szicíliában voltunk, ez a botárga volt. A botárga az a, a szegények parmezánja, ami már nem igaz, mert, mert ez a, a tonhalnak az ikra csomója, ami ugye benne van a tonhalba. A tonhalat elejtik vagy csinálják Karthalból is, elejtik, ott a messzinai szorosnál, a Szicília meg, meg a szárazföld között van, ugye a Messina is szoros. Ott lehet látni még ezeket a nagy klasszikus ö, Karthal ö, halászóhajókat, aminek nagyon magas árbóca van egy kosárral, és ott áll kint a csávó, és nézi, hogy merre Jó. kell menni. Kira. Tehát az még egyébként a klasszikus és a fenntartható halászat. Tehát, hogy nem óriási nagy halászhálókat húzgálnak a tengeren, hanem ott nem azt mondom, hogy egy-egy az esélyed, de például óriási szigonnyal. Ott egyrészt oda kell menni hozzá, érted, hogy mondjuk más, már motoros a csónak, meg kell találni a halat, el kell ejteni, ők egyet fölvesznek a hajóra, 300 kilós nyilván, tehát megvan egy hétig belőle, érted, az áraból kimegy, és oké. Okay. Na, a bottarga az, az ikra, ugye egy ilyen zacskóba van benne, ezt kiveszik, kiszárítják, fölfüstölik, és ezt a parmezán helyett tésztára reszelik. Olyan íze van, nyilván itt most többen már a szemetes kosár felé fordultak, hogy ez te ez hülye állat, mit te mindent megeszel, egyébként mindent kipróbálok. Olyan íze van, mintha a roppanós friss tengerbe harapnál bele. Aha. Megőrülsz olyan. És a legegyszerűbb módon csinálják megfőzi a spagettit, kicsi olívaolaj, fokhagyma, ráreszeli a izét, a botargát, ezt összekevered, elmondhatatlan Tökény, én még íze nem ebédeltem, van. de is sem, tudom. Én nagyon éhes vagyok. Elmondhatatlan íze van, egy ízrobbanás. Maga a természet, a világ van a bottargában benne. Na, kimentünk, hogyha hogy Szicília, egy hét, ugyanígy végigjártunk mindent, amit Szicíliában lehet. És hát ezt üldöztük, ezt üldöztük. Egy hétig, és az utolsó este... Ez nehéz találni, vagy... Ez vagy? szezonális a termék, Aha. egyrészt, plusz, plusz így nem nagyon tartják szerintem éttermek. Mert hát ki, amit elmondtunk, hogy, hogy ugye hm, Igen. ezt teszed. És az utolsó este, én már letettem mindenről, elmentünk, a, a Palermóba voltunk az utolsó estén. 45 étteremet ö, néztünk végig, hogy akkor bot, botargás tészta van, nincs, nincs, ó, ilyenkor, uram, állj, az nem tudom mikor van, össze. a másik az, ilyenkor, át, az tavasszal van, semmi, vissza, és ettünk valamit valahol, egyébként tök jót, nyilván dugik, zabáltuk magunkat, visszamentünk a szállásra, és a szállás melletti étterem falára ekkora betűke volt kiírva, hogy botargás tészta kapható, úgyhogy na ott a én megkóstoltam, és aztán nem tudom, vettem egy kilót belőle, mert nem is volt ráadásul túl drága a dolog, és mindenhol van valami ilyen, amit én meg akarok kóstolni, mert meg akarok nézni. Szerintem a fontos egy nép, nép öntudatához, identitásához hozzá tartozik az, hogy mit eszik. Persze. És család egyébként ő veled kóstol? Megkóstol mindent? Ö, sokat finomodtak, illetve Muki, a, a, lányom, az nagyon nyitott, illetve mm. bocsánat, ő nagyon nyitott. A béka nagyon sokat fejlődött, ő azért ez a klasszikus... Ezt fő. is lehet fejleszteni. Persze, ne? persze. Ha van, rá, ha van rá érkezésed, hogy megkóstold a világ dolgait, akkor igen. Nyilván egy olyan csaj, aki egy fővárosi ö, ö, lány volt, és és csirkemel, meg nem tudom micsoda. Nem egyből ezzel a botargával, hát nem kezded, botargával kezded, meg nem pacallal kezded nyilván. De hogy ma, ma már ő azért gondolkodás nélkül megeszik egy csomó dolgot, és egy csomó dolgot meg ki is próbál. Úgyhogy szépen fejlődik a család. De például a panyessza, az ott nem tudsz olyat mondani, ami, amit, amit ne, ne enne meg. Emlékszem az óvodás élményünkre. Ő, ő lett óvodás, ismerkedési nap, és én előtte való nap csináltam otthon fokha fokhagymás olajos rákot tudod, ezt nem egy nagy cucc az. És milyen finom. És milyen jó, oké. Okay. És hát a mukika, érted, két pofára zabálta, hogy apa, ez fantasztikus, és az óvodai ismerkedő napon az volt, hogy akkor kinek mi a kedvenc étele. És akkor mondták, hogy hogy tejbegríz, vajas kenyér, mukika pedig mondta, hogy a fokhagymás királyrákot szereti, hogy nálunk az nagyon sokat van. Tudod, bementük, és akkor így kérdezte a óvonéni aztán, hogy hát hogy, 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 ez tényleg így van-e. Mondtam, hogy nem, most volt, tehát mi is eszünk varöskenyeret is, meg nem tudom, mit csirke mellett is, de azért nálunk nagyon sokféle étel előfordul, ez most egy jó élménye volt a lányomnak pont tegnapról. Uh -huh. Úgyhogy bocs, ha bármit is tönkretettünk ezzel, hogy a gyerek begyögte, hogy a fokhagymás rákot szereti. De egyébként az éttermedbe hozol haza a kajákat, recepteket, amit út közben... Nem nagyon, mert mi magyar, magyar aha. alapvetően magyar, magyar, magyar étterem vagyunk. És saját magatoknak. Vagyunk. Az persze. Az persze a botargástészt tészt, az például azóta is dübörög. Nem nagyon lehet itthon, de már, bár most már ez nem igaz, mert van egy-két olyan bolt, ahol lehet kapni is, de én akkor mondom, egy kilót hoztam. Tehát egy hónapokig botarges tésztát ettem érted reggedébe este, megosztogattam a haverjaimnak, de van egy csomó, például Kambodzsából az egy ilyen legátlagosabb kambodzsai kaja volt, tudod, ananász kettévágva vágva. Megtölt, uh, meg is megtöltve, mm -hmm. rizs, de egyébként zseniális, koriander, friss koriander, hát én, én egy, egy hektárt vagyok le, lelegelni belőle, imádom. Egy koriander olyan, hogy vagy nagyon szereted, Így van, vagy nagyon és, nem, és hogyha, ha nem szereted, akkor meg... Egy... De tudod miért? Azt nem tudom, hogy miért. Genetikailag van Igen, kódolva benned. Illeg. Igen. Tehát vagy imádod, vagy nem fogod soha és, megenni. És hogyha nem, akkor viszont, ha egy darab is benne van, akkor nem eszed meg. Akkor nem eszed meg. meg. Aha. Így van. Így van, azt mi, azok tudtam, vagyunk, a mi... Aha. Tehát nem is lehet rajta változtatni. És akkor azt ugye az összekockázott ananázt főtrizsel valami hússal, kesuval nagy kesudiókkal ugye összeforgatja az zöldségek, és akkor visszatölti a ízébe az ananászba. És. Jó fűszeres, meg, meg szója szószos, meg mindent rá, ráöntenek ott, amit találnak. Azt például rendszeresen imádják a srácok, és kérik is, pedig ők nem voltak ott, akkor még panyasztot gyártottuk le. Uh -huh. Igen, tehát, hogy még neki nincs erről élménye, de, de hogy azt imádják. Persze, van egy csomó ilyen kaja. Ja. Van olyan alkohol, amit útközben szerettél meg? Hát... És úgy, úgy, úgy... Azért a nevemmel, meg a híremmel ellentétben én nem vagyok egy ilyen hétköznapi De... ivó ember. Ugye a műsorban állandóan az van, hogy a, hogy a Jan is púr, a balás szép, a Feri pedig részek. Tehát, hogy... Hm? De minket neked az van, hogy eszel. Hát meg a, meg a az így, evés Nekem a buli, tudod, én Aha. nagyon szeretem a közösségi programokat, de nagyon, nagyon, amit a másik két fiú talán egy picit jobban elkerül, mint én, de hogy én a faluba is most elindított, ott van két, egy, egy, két étterem, ami egy kézben van, és ők ugye elkezdtek ilyen kulturális programokat csinálni Velencén. Tudod, most jött két hete a mitén a halász Judit, és akkor elmész egy ekkora hely, mint ez a szoba, alig nagyobb az étterem, tehát húszan férünk el. És akkor van egy vacsi, közben ott a művésznővel beszélgetnek, van egy moderátora ennek, most ma jön pont a Vejszer Alinda, oda is megyünk, van borklubunk, van. Érted? Hogy, hogy zajlik valami, hogy azok az emberek, akiket te egy légtérbe élsz majd, hogy nem, de egy utcában, vagy egy falucskában, vagy egy városban, azokról tudj valamit, mert ő az, aki lehajolhat érted, hogyha ér, ha megállt a szíved az utcán, és, és ő az, aki meg tud menteni, vagy ha segítségre van szükséged, akkor ő az, aki oda Erre most hajlottam egy nagy nagyon jót, hogy a, csinálnak egy ilyen tesztet, hogy mennyire fogod túlélni, hogyha bármiféle katasztrofa lesz a jövőben, és első kérdés, hogy, hogy hívják, hívják a, a szomszédod? szomszédodat. Így van. Igen. Na, szóval, és, ez is és ezeket igaz. nem tudjuk Tudod? És építgeti mindenki a izéjét, a kis életét, hogy, hogy még egy nagyobb színes tévét vehessünk meg, még, még nagyobb házba költözünk meg. Olyan fúri, hogy egy na de már ez megint nem ennek a, 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 a utazási izének a, a része. Szóval, hogy, hogy rólam van egy ilyen kép, azért én nem, tehát hogy most hazamegyek, akkor nem az az első, hogy kipukkantok egy üveg sört vagy valami bort, sőt nem is nagyon szoktunk így hétközben, de hogy... Hát nyilván ezeken mindenki túlesik az úzón, a rakin és az összes unokatestvérén, amit Ánisból érted, meg lehet csinálni. Ö, Grappa Olaszországban, azt például nagyon megszerettem, ugye az ő pálinkájuk, a szőlőpálinkájuk, azt én például nagyon bírom. Én borokat nagyon szeretek kóstolni, kinn is kézműves söröket, de így, hogy, hogy valamit mondjuk én így elraktam az agyamba, nem tudom honnan, és azt én keresem, hogy azt ihassam minden nap, vagy mit, minden héten egyszer az úgy nagyon nincs. Mm -hmm. Nincs. De ugyanúgy hozzátartozik szerintem a nép megismeréséhez az is, persze, itt a kultúra. Persze. De egyébként, én nem vagyok jó semmilyen nyelvből, magyarból is csak törve, a béka nálunk a, a nyelv, őt szoktuk a tolmácsként túlszulejteni, de hát van olyan, amikor most például ugye mi hárman mentünk a a, ezen a bringatúrán, mert a béka külön hozta a lakóútot, amit mondtam neked, és akkor ott, ott volt olyan, hogy nekem igenis az el kellett angolul, ami hát mondjuk is mondjam, kicsit baltával falag, falagott, a lányom sírva röhögött, apa be, mert ő viszont nagyon jól beszél. De, de nem de ő mindig azt szoktam csinálni, csak tudod azt, hogy állandóan előre tolod a gyereket, mert ő jó, jó benne, az oké, okay, de de pont, hogy egyrészt vicces, tehát hogy sírva röhögtünk rajta, hogy apa angolul beszél, és akar kérni egy ízét, egy kólát, meg egy ékrémet, ami hát nem egy nagy tudás, ugye, de, de ez nekem sajnálatos módon eddig elmaradt az életembe, valahogy nem vettem rá magam, nem, nem tettem bele elég energiát egész pontosan, és, és, és úgy is meg lehet oldani. Tehát oké, okay, van, ami, van ami ennél nehezebb, mint hogy kérni egy ásványvizet, vagy egy kólát, de ez például visszavetheti azt, aki azt mondja, hogy én nem akarok ilyenbe belemenni, hogy bizonytalanság van benne. Mi magyarok egyébként se vagyunk túl erősek ebben ebbe a kommunikációba, meg a segítségkérésbe, ami egyébként a világon egy csomó helyen meg tök normális. Hogy itt van egy csávó, kérdez valamit, akkor segítek. Most Most kide kimész, megint belváros, hogy ne haragudjon, hogy nem vagyok ide, nem tudok segíteni, nem, nincs nálam apró, nem, Azt akarom megkérdezni, hogy hol a bazilika te, birka. Érted? Ja. Az Albániát azt nagyon gyorsan lekerekítettük. Esetleg van még ott valami, amit elmesélnél? Hát... Magáról, Albániáról. Figyelj, a, a, mondom a nagyon szemetes. Tehát például, aki az... Fú, embertelen. Embertelen a szemét. Kicsit azt tudom hozzá hasonlítani, ha voltatok ilyen sivatagos országban, Egyiptom, Jordánia, ezek a tömegturisztikai helyek, ahol a sivatagban álló egy szál fán, ugye van általában két kecske, ami eszi a fát, de úgy, hogy fönt rajta, és nájlon zacskók vannak rajta, amit oda a szél. Na, ez, ezzel ők nagyon hadilábon állnak. Ö, egyrészt magával a kezelésével is a szemét problémának, másrészt a mentalitás, a hozzáállás. Tehát, hogy ott például fönn a hegyekbe is volt olyan hely, ahol mész a szerpentinen, és besírsz olyan a táj, gyönyörű minden, és lenézel, és látod, hogy oda van leborítva a közösségi szemét. Tehát, hogy a, azt föl kell tudni dolgozni, hogy, hogy az sajnos ilyen. De a, a tájszépsége, a tenger, a, az emberek jó szívűsége, az mondom, az mindent visz. Nagyon kevés épített emlékük van, ugye, mert ez egészen 1910 valameddig, ugye ők az oszmán birodalom része voltak, tehát hogy Törökország csatott területeként érdegéltek és gyönyörű helyeik voltak, gyönyörű épületeik voltak, gyönyörű városaik. Jön a beszélgetésben már említett Ember Hodzsa, aki gyakorlatilag a szülőfaluján ö, kívül, meg még talán egy-két ilyen helyen kívül mindent lerombolt. Mindent lerombolt, és a klasszik szocialista építészet fantasztikus remekeit húzta föl helyette. Minden városban találsz egy-két nézni valót, mondjuk mi nem voltunk a fővárosban, de elég sok mindent végignéztünk, tehát mi az elejétől végig az egész országot. Egészen délig lementek. A, a leg, legalsó mm -hmm. csücsökig, így van. A legalsó csücsökig, és akkor ott jöttünk vissza aztán. Tehát abban viszonylag tehát Horvátországban a legkisebb faluban is van egy aranyos kis központi rész, ahol van, egy 1500-épült ba kis kápolna, találsz hat házat, ami a nagy terméskőből van kirakva, vagy a osztrákia, hogy a szomszédokat mondja, ahol ugye, mindenütt vannak középkori házacskák, vagy 18. századból házacskák, hogy jó, jó érzés, ez ott kevéssé van meg, de maga a kaland, maga, maga a. a természetnek a látvány az meg mindenért kárpótól. Tehát mi nagyon érveztük. Én bármikor visszamennék mm. még egy körre. Mm. Köszönöm, ott szóltam, nem ott forgatnák az indiános filmeket, a binetú filmeket? Nem, azokat euh, horvátor, a akkor Horvát, Akkor Jugoszlávia, ugye Jugoszláviában uh -huh. a Velebitek nevű hegységet. Ha, 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 ha mész a horvát tengerpartra, ha nem fönt mész, tehát nem az Istria, hanem ugye Split magasság, akkor a Velebiteken pont át kell kelned, vagy mellette mészel, ugye lefelé, és ott, ott Gojko Mitic, a kiváló Gojko Mitics. Ott is forgatott. És miért mentetek? Horvátország, vagy Szerbia? Nem, mi Szerbián keresztül mentünk, ami egyébként megint csak megér egy misét, ugye attól is félünk, mint a tűztől, meg a veszedelemtől. Fia, olyan helyek vannak, hogy sírsz. Csak senki nem tud róla. Meg ugye mi van? Jaj, a határ, meg jaj, a izé. Erre is van például egy egy alkalmazás, ami folyamatosan nézi a hat. Mi úgy mentünk ki, hogy Én hol meg... menjünk át. Persze, beütünk Velencén reggel a lakóautóba, beröfentettünk a motort, mondom, béka, mondom a izét, lehetséges koordinátákat életem párja tekintsé rá, hol lehet átmenni. Mondta, hogy hol mentünk, így mentünk át. Odafele is, meg visszafele is. Mi ott nyáron álltunk egy. Na, egy sokat. Ha, kettőt, Igen. mondjuk. Igen. 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 Ha Szegednél és Röszkénél mész, biztos, hogy belefutsz. Uh -huh. szóval mindig van neki. Hányszor álltatok meg lefele? Hány éjszakát? Hány éjszak alatt? Vagy hány ja, alatt egyet alatt aludtunk egy. csak. Egyet persze. Csak? egyet. Persze. Egyet. Aha. Hát, azért nyomtátok neki rendesen. Figyelj, az 1003 az így nem igaz, mert ugye ahova mi mentünk, mi az északi részen voltunk, uh -huh. ott a, a hegyekben a Nemzeti Park, az műk nem volt annyi. Az, az, az csak az az leg, a legnagyja. No, igen. És hogyha végigmész, akkor onnan a sok. Sőt, mi nem is reggel indultunk, várjál. Valamikor délután indultunk-e, kettő-három körül, akkor még Magyar Magyarországon megálltunk, kajáltunk egyet, utána nyomtuk ö ö ö ö Este tán kilencig, akkor megaludtunk valahol, reggel fölkettünk, reggeliztünk, és délután már ott voltunk a nemzeti ah, parkban. Hát akkor azt kell jó nyomtátok. és este indultunk, kocsivasz, az, ami, az, ami, ami. gyorsabb egy igen, kicsit. Igen, egy kicsit gyorsabb, és Montenegró mentünk, és mi másnap este már sötétedés után érkeztünk oda. Mit csináltatok? Keresztül mentünk valami nemzeti parkon, és ott láttuk az erdőtüzeket, meg minden meg, meg. mi is belefutottunk ebbe, hogy megyünk a főúton, és egyszer csak uh, Murvás úton megyünk, ja, és. Ja, ja. Ez majdnem végig autópálya. Mi, mi lejöttünk, mert Na. ugye Montenegróhoz le kellett Na. kanyarodni aztán. Ja. De én imádtam ezt a, ezt, ezt a Balkánt, hogy ilyen dolgok történnek. Jó, tényleg jó. Még, még egy kicsit az egy Európa közepén, vagy egy kicsit attól, nem tudom, jobbra, ha szemből nézed, még van egy érintetlen terület, ahol, ahol tényleg egy picit azt tapasztalod meg, amiről nekem szólnia kéne a világnak. Tudod, hogy hogy valami olyan, ami nem a megszokott. Nem, nem az interkontinentális reggeli. <laughs> a végére összetudnán nekünk foglalni, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki igazán élvezze a lakóautós utazást. Tehát aki szereti a, egy kicsit a komfortzónáját úgy átlépni, hogy mégis komfortos marad. Ezek a cuccok, ezek a lakóautók olyan szintű extrával vannak felszerelve, hogy Jobb, mint egy átlagos szállodai szoba. Tehát, hogy úgy kapsz komfortot, hogy ugyanakkor kapsz mellé egy kis melót is, mert ezt vezetni kell, mert be kell dugni a konnektort a falba, hogy legyen benne áram, de van anélkül is egyébként de mégis komfortos maradsz, tehát nem egy beázós sátrat kell cipelned a hátadon és a földön aludni, hanem nagyon komfortosan, de mégis a komfortzónán kívül mozogva tudsz élni benne. Azoknak való, akik nem szeretik, hogyha megmondják nekik, hogy mit csináljanak az életbe, megfelelő módon vannak elképzeléseik, vagy megfelelő módon van lazaságuk ahhoz, hogy elinduljanak valahova, mert úgy is lesz valahogy. Uh -huh. Úgy még sose volt, hogy ne lett volna Lesz. valahogy. És lazák. Azoknak való, akik szeretik a mérhetetlen szabadságot. Tehát, hogy a, oda megyek, megállok, ha nincs, akkor tovább megyek, megnézem, megélem, szeretem. Minden ilyen embernek való a, 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 a lakóautózás. Aki ezek között talál olyat, amire azt mondja, hogy de már most, ha. Ha mondjuk abba a kempingben nincs hely, és nekem még 40 kilométert kell vezetni, akkor én ezt nem fogom kibírni, akkor ez nem a te sportod. Akkor engedd el, hagyd a francba, nem érdemes vele foglalkozni. Ha azt tudod mondani, hogy hogy az nekem egy új kaland, hogy 40 kilométerrel arrébb megyek, akkor tiéd, akkor nem is kell gondolkozni rajta. Nekünk pont ezt a szaba, a mérhetetlen szabadságot adja, és az óriási kalandot. És ezen mindent elmondasz szerintem. Jó, Feriket, köszönöm szépen. Én szerintem köszönöm, az... ha végighallgattátok. Mindenképpen. Szívesen bármikor. Köszönjük szépen, élveztem. Én is köszönöm, szevasztok. Feri a lakóautókat a VPT karavántól bérli, akikkel a megelégedettségét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy visszajáró vendég. A bérlési lehetőségekről a cég weboldalán tudtok tájékozódni. Nevük még egyszer VPT Karaván, weblapcímük pedig a vpt-caravan.hu. Linket megtaláljátok a leírásban. Na, kinek jött meg a kedve egy kis lakóautózáshoz? Kíváncsi vagyok, hogy ti hogy álltok ehhez az egészhez. Gondoltatok már rá, de még hiányzott az elhatározás, esetleg már volt szerencsétek így utazni, vagy már biztosan tudjátok, hogy ez nem nektek való. Bármi is azt kíváncsi vagyok rá, hogy meséljétek el a Facebook zárt csoportban, ahol már lassan 2000 rel leszünk. Ha még nem vagy tag, a linket megtalálod az epizód leírásban, vagy keres Facebookon az utazási podcast zárt csoportra. Mindenkit várunk szeretettel! Ne felejtsd, te is tehetsz azért, hogy az utazási podcast még jó sokáig fennmaradjon. Amennyiben a műsor értéket terem számodra, és lehetőséged van rá, úgy te is támogathatod a podcastet havi szinten. Ennek módját megtudhatod a podcast Patreon oldalán, címe patreon.com per utazási podcast. Köszönet a már meglévő Patreon állóimnak, illetve külön köszönet Nidáné Pókévának, aki egy egyszeri támogatást küldött nekem. Ha még nem tetted volna biztatlak, hogy akárhol is hallgatsz, iratkozz fel, így biztosan nem maradsz le a következő részekről sem. Ha pedig csak most keveredtél ide, akkor javaslom hallgass vissza a korábbi részeket is, mert ezek a beszélgetések kortalanok, és bármikor bárhol meghallgathatóak. Az interjúhoz technikai segítséget nyújtott Cseh András, engem pedig Mátai Andrásnak hívnak. Remélem hamarosan találkozunk. Sziasztok! Bye.